Someone out there? They're from outside? They're a breacher? So, another breacher, huh? How do you outsiders not understand that Arda didn't build that 300-meter wall out there for fun? We have to find you a way out. Kivitte el a hangot! Hihetetlen, amit beállítottam. Esküszöm, hogy beállítottam. Jaj, Istenem! Egy percet beszéltem? Nem baj, majd kivágjuk, majd nem. Meglátjuk. Szavaztok, srácok! Pacific Drive-ozni fogunk, és azt kezdtem el ecsetelni, hogy ugyebár vannak ezek a zónák, ilyen sávosan, és a középső zónába fogunk menni, ahol több, erőszakosabb és bántóbb anomáliákkal fogunk találkozni. Na most a kocsi megvan szerintem javítva, ettől függetlenül átnézzük gyors, hogy mi a matek, és hát ide kéne nekünk bemennünk. Köszi, köszi, Kende, köszi, köszi a 27. hónapot! Szia, 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 Halió, mosó. Amúgy esküszöm, tényleg beállítottam, valamiért újra kellett indítani a gépet, és lehet, hogy nem bezártam, azért nem mentett el. Na mindegy, a lényeg, hogy most már halottok. Hello! Na, szóval azt néztem, hogy itt van egy vihar, de hát ezt mi túléljük, igazából. Úgyhogy ide kéne eljutnunk, történet szerint. És ott már be tudunk menni majd szerintem a következő zónába. Ugye the mid-zone crossing. Hát meglátjuk. Első körben ezt fogjuk majd kiválasztani. Most ki is nyílt az ajtó. Itt mi van amúgy? Unstable N. Ó, lesz Unstable N-korunk! Az nagyon jó, hát az fejlesztésekhez kell. Tudjátok, mi kell még a jó fejlesztésekhez? A kávé. Bocsánat. Itt tényleg olyan anomáliák voltak amúgy. Na, hogy áll a Scooby-Dooby-Doo Verda? Kicsit tényleg olyan feelingje van, ugye most már ilyen insulating dorral vagyunk felszerelve, van kettő propellerünk, ami tölti az electricity-t, hogyha benne vagyunk a viharba még jobban. És offroad kerekek és mi egymás. Ugye megnézzük a csomit. Jó? Megnézzük a csomit, hogy mennyire van tele. Igazából jók vagyunk. Az impact hammerünk az most jó állapotban van, de a scrapper is teljesen okés. Hát lootugyileg tele vagyunk, ugyebár. Ez csipog. Ja, igen. Jó, ez most nekünk nem probléma, ez itt, ez nem kell. És ugye bár hát most nagyon fejlesztéseket nem tudunk tenni itt... Mondjuk az old terrain kerekek majd kell, nem tudom mi legyen a következő. Legutóbb ugye kifejlesztettük... ezt a Limpulse emittert? Hát ez valami über király cucc, meg már van autoparkerünk is, ugye automatikusan behúzza a kéziféket, vagy kiengedi. Van itt Research Radar, az se lehet rossz, ez az Iron Shield, ez is jónak tűnik. Far more effective solution than a wall of lead. Amúgy lehet ezt is ki kéne próbálni, nem? Ion! Iron? Bazeg, hát olvasni meg majd ki tud helyettem. Ez egy Ion Shield. Jó, sokkal effektívebb, mint ugye, amit jelenleg használunk, tehát igazából a sima vas. Egy fém. Gondolom ezt is aktiválni kell, ez Unstable Energy kell, amúgy egy ilyet majd ki is tanulhatnánk akár. Elektromosság meg üzemanyag amúgy nem hiszem, hogy egyelőre nagyon kéne. Meglátjuk, ugye itt van, hogy baloldalt, hogy mennyi vagy pontjunk van.
Majd meglátjuk. Na, induljunk el szerintem amúgy egy kis túrára. Most itt az első túra úgyse lehet annyira vészes. Mi van nálam? Van nem kaja is, az életem az nem fullos, úgyhogy azt nagyon gyorsan meg föltöltjük. Megnézzük a kocsi állapota maxos-e. Valamelyik alkatrész, ez itt egy kicsit meg van sérülve, de az nem para. Még egyet rádurantunk, azt mehetünk. Nem tudom, mennyi az idő. Hol látom az órát? Mennyi az óra, haló? Előttem egy kicsit. Az is kérdés, hogy most mennyi az idő. Most este 9 van. Hol látom, hogy mennyi időt érek ide? Vagy azt mondja, később írja ki, mi? Jó, hát reméljük, hogy reggelre odaérünk, és akkor nem kell még sötétbe végig botorkálni, hát aludni nem tudunk, úgyhogy ez van. P-be és D-be rakja automatán. Jajajaj, hát ez... Jó kis izé. Jó, nincs nagyon fönn a karakterem, mert magasan ülök, nem? Nem lehet lentebb engedni az ülést? Most a long drive miatt olyan furi. Na menjünk, menjünk, kapcsolok egy lámpát, egy lampiont. A kontrollon, meg az fölfele nyíl lenne? Vagy ez egy shift? Hát tehát a kicsit az izzó úgy vibrált. Figyelni kell a hibákat ugye bár, mert biztos lesznek majd olyanok, amiket... Wait a minute! Hát nincs muzik! Az ion shield az nagyon sokat tud segíteni, az tetszetősnek tűnik amúgy. Na, ide látom, hogy... hogy ha ez... Hát ezt gondolom ez is egy 6 órás út. Meglátjuk. Ezek ilyen 6 órás utak. Akkor elmehetek reggelre kéne majd odaérnünk. Jó lenne, ha világos lenne, mert nem annyira félelmetes a játék. Most sötét lesz itt ezen a részen. Ennyi? Hát ez tényleg ilyen átutazóban vagyunk, gyerekek. Azt hiszem, hogy mitől vibrál a fény, de nem jöttem rá. Kapcsunk egy ilyet. Ezt mivel csinálom? F-fel. Aha. Jó. Ugye mostani shieldünk. Ez egy chilles autózós játék, gyerekek. Ebben semmi ijesztő nincsen. Fékeztem, biztosan. De csak bemegyünk így simán. Szitővassal. Nem így gondoltam. Bazeg. Na várjatok, mert elfelejtettem már az irányítást. Ja, ezt pusolni kell, jó. Ben vagyunk, sorry. Elfelejtettem hirtelen, hogy hogy kéne bejutni. Már itt vannak mindenféle fontos alkatrészek. Pereket a lootolás. Hát a lootolás az... hozzátartozik ez a gémhez, úgyhogy... valami normális lámpát majd tegeztünk össze, jó? Mert... most már engem is picit zavar, hogy... nehezebben látunk. Hopp. Ott volt egy a földre leesve, de szerintem azt felszedtem. Csak a kocsit ne bántsa. A legutóbb mondtam, hogy ugye úgy maradt az ablaktörlő lapát, amikor leállítottam a kocsit, meg most is úgy maradt. Ezt a valóságban is pont nemrég sikerült eljátszanom, úgyhogy teljesen valid a sztori. Pont voltam ma autót szerelni, mert adódott egy kis baki, de megoldottam. Meglepő módon a problémát. Nem is volt akkora gond szerencsére. Ezt a kis kecót is megnézni. Figyelzzetek, én így ide állok. Úgy is tudunk tölteni áramot. És akkor... majd itt szépen így ez világít nekünk. A telefon már most szétkaptuk. Balogh Peti, nagyon szépen köszönöm a csatornatagságot neked is. Köszi. Jó mindenkinek, aki közben érkezik.
Ezen is olyan jel van. Azt hittem valamit, hogy betoklok, de sajnos nem. Ó! Se! Ó, cápafogas! Oda néz! Ez amúgy nagyon jól hangzik, ez a cápafogas történet. Na, let's go, menjünk. Jó, azt most már hagyjuk. Gyors letöröljük. Itt az alagútban úgy se esik az eső. Szépen töltődik az áram. Propellereink pörögnek. Nincs gáz. Az a helyzet, hogy két ház lesz itt még, de lehet, hogy most skippeljük ezeket, mit szóltok hozzá, mert akarok mindenhol lootolgatni, meg az erdőben amúgy jobb cuccok vannak. Látjátok? Amikor irányt vált a kocsi, akkor világ, vagy villog a lámpa. Úgyhogy ez, hogy rángatom a kormányt, akkor kicsit elsötétül. Úgyhogy ez biztos, hogy valami hiba lesz. Majd hazamegyünk a kompjúterbe, szóljatok rá, hogy beírjam. Nem tudod, fékezést? Nem. Fékezést nem. Hm. Headlight flashing valami lesz. Gyári az autó? Ez? Hát figyelj, ha van is forgalmia, itt nincs aki elvegye. Ide a rendőr nem jön be, érted? Úgyhogy én sok sikert kívánok nekik. Ez full gyári. Full gyári, olyan aggatások vannak rajta, érted? Meg izzók, meg kis karácsonyfa az egész. Megindulna ezzel a pesti éjszakában, két percet szedné neki szerintem. Hogy ez micsoda? Ezt kiraktad, ez biztonságos? Na, lássuk. Ó! Oh. Össze kéne szednünk azt ott fenn, meg azt ott középen, és aztán pedig délnek lefele menni. Megint kezdődik. Megyünk az izgalomban, nem, most nem lootolunk. Majd ha kell lootolni, majd akkor megállunk úgyis. Meg specifikusan rámegyünk itemekre. Ott van az abroncsjukasztó, jobbra. Bocsánat, egy pillanatra megállok, megnézem, hogy ez fel, le van-e szkennelve. Le, jó. Nem emlékeztem, ugye a szkennelés nagyon fontos, mert bizonyos technológiákat a szkennelés volt fel. És megint mi történt a kocsival? Hát? Nem tudom becsukni az ajtót, gyerekek. Most mi van? Hát ez az új? Ez az új happy, hogy valamelyik ajtó kinyílik random? Tekerem a kormányt, nem világítok! Hát ez zseniális. Hát arra kell most menni. Nincs gáz. Van baj a Verdával. Hát ezt most pont rosszul kaptuk el, ami azt illeti. Ez egy stable-enkor haló.
most a jobb oldali ajtó. Valamelyik ajtó folyton, de nem tudom mitől függ, hogy kinyílik az ajtó. Aj, tegyem keresztbe, miért ilyenkor kell az ajtónak tönkre mennie? Nem mutatom el a kocsit. Figyelj, majd megmutatom, csak most nem vagyunk olyan pozícióban, hogy ezt olyan egyszerűen tudjuk tenni. Lehet belemegyek a viharba. Nem kaptuk el szerencsére. Jók vagyunk. Nem örülök neki, hogy egy nyitott ajtóval megyünk. Nem gondolom, hogy ez egészséges. Tipizünk gyorsan, mindez legalább föltölt. Kicsit megsebesült a kocsi hátulja. Az a baj, hogyha egy viharba kerülünk, akkor ez a nyitott ajtó miatt nem lesz védelmünk a kocsiban szerintem. Tökély kanyarodás közben. Ez ilyen kanyar lekapcsolós. Minél jobban el van tekerve a kormány, annál jobban elhalványul amúgy. Beszarok. Basszus, kiszálltam. Ugye meg kell becsukni. Egyet becsuktam. Nem tudom csak becsukni, de kinyílik magától. Ez ilyen hiba lesz, amit rá kell jönnöd, hogy miért csinálja a kocsi, de mondjuk azt nem tudom, hogy mi a kiváltó ok. Egyelőre. Nagyon sok áramunk van, úgyhogy itt hagyom így a kocsit. Valaki kérdezte, így néz ki a Verda. Itt a Verda jelenleg. Szóval, hogy becsukom. Na most be van csukva. De beszállok és kinyitja a másikat szerintem. Ott mi sárga? Ez valami csapda amúgy. Nem tudom mi. Ezt gyors kilútolom, mint már ide jöttem. Azt hittem a sárga fény miatt, hogy lesz itt valami fontosabb lút is, de nem. Csak azért. Az erdőben is vég. Ó, ez... Unstable? Nem, ez stable lesz szerintem. De ez nem tesz jót a HP-nknak. Ja, ez stable-enkor. Jújj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 
Na és most, hogyha beszállok. Most be van csukva az ajtó. Már hogyha megy az ablaktörlő és kiszállok. Nem tudom az ajtó kinyílás mivel hozható egy lapra. Amúgy nem is erre vissza máskerembe kell mennünk. Nincs service station, azt nézem. Benzinkút. Menjünk a küldetés felé. Let's go. Viszont itt nagyon jobbra kell tartanunk, mert ott van egy nagy csapda. GG, elmentük mellette. Kés. Jó lesz ez, megy a rádió. Az nem hiszem, hogy befolyásoló tényező.
fixen ez a probléma. Hát már le kéne mennünk az útra itt balra. Azt hittem, hogy ez egy kereszteződés, ezt nem láttam a hidat sajnos. Minél óvatosabban. Vákumporszink van? Nincs olyan porszi? De itt van. Hogy kell ezt kézbe venni? Equip. Inventory full! Na várjál, mindjárt kipakolunk. Szétszedtük a francba. Már csak szkeppet álltad köbben. Ja, de nem vágom ez az ajtó, de most megint nyitva van az ajtó. Mivel van összefüggésben az ajtó? Meg fogunk bolondulni, igen. Tök jó amúgy, hogy pofázik a csávó, amúgy nem lehet érteni, amit mond. Mert olyan tompa a hangja, és olvasod, és közben vezetned kell, szóval... Nehéz figyelni rá. Hop, hop. Ugye átmegyünk. Nem tudom, az ajtó. Csomi kinyitás. Ezek nem tudom, mi a baja az ajtónak, vágod? Becsuktam, manuálisan. A kigyílsz? Ja, nem tudok, nem csinálj. Ah, bocsánat. Hát... De most nem esik az eső. És most annyi volt a kiváltók, hogy beszálltam a másik oldalt. Na, let's go. Unstable Anchor amúgy nem volt itt most. Pedig azt írta, hogy itt lennie kell. Mindegy. Jó, tovább. Hm? Ja nem, az ebbe lesz, ahova most megyünk. Viking, amúgy a rádió még benne lehet, bár... Na. Javítóállomásunk nincs. Az amúgy ritka, úgyhogy nem lehet arra építeni, csak... Azért meg kell nézni, hogy mivel kell gazdálkodnunk. Megyünk a pontokat összeszedni most. Ooh.
Nem emlékeztem, hogy ez most valami pontot ad, vagy meglök minket, de hát meglökött, mint a messzes. Szerintem ezt még nem szkeneltem be amúgy. De? De megvan ez a szar is. Persze már közben riadóztatnak. Hogy húzzunk bele. Mit szólnátok ahhoz, hogy itt... Ahogy is elhagytuk az utat. Hát nem, nem az úton. Bazzeg, eltévedünk. Nagyon, nagyon szutyok ez így, hogy kanyarodok, és akkor érted, a lámpa az elhalványul. Azért ez az út? Mi ez a SnowRunner amúgy? Ha megvéd a kocsi, akkor addig nincs baj. Új, új. Ez hogy sikerült elkapnom? Azt a mindenit. Ez mi az Isten? Mi az? Ez a Dust Bunny. Újúj. Azért nagyon sok ilyen izé van, ilyen booster. Belemész, azt elrepít a francba. Jó kikerülni. Oké, ezt elkerültük szerencsére. Nyugi, jó lenne. Minden egységesen sérül. Nem baj, látni se kell. Ebben nem mentünk bele, ez itt király. Vannak... Ezzel nem tudok mit csinálni amúgy. Amikor így meglök, mint a kötelező lenne. Muszáj vagyok megállni egy pillanatra. Ajajajajajaj. Vigyázzik én a kocsira, de hát hiába nyomom a féket ilyenkor, semmit nem segít nyilvánvalóan. Nem tudom, az előbb is egy ilyen lökött meg? Óvatosan elmenni ezek mellett. Igen. De nem látok! Hát nem látom, hogy hova megy a kocsi! Jesus! Nem vágom, hogy mi lök meg pontosan. Ezek a bábuk löknének meg ennyire? Azok ott is vannak ilyen szarok. Most ez nem... Ezt tuti meglök. Figyeld. Jó, jó,
a féket. Semmit nem ér nyilvánvalóan. Gondolhatjátok. Meg az egész kocsi sérül ráadásul. Benne vagyunk ebben a gedvában. Ó. Az, hogy itt kéne hagyni a kocsit. Megsérült a szélvédő is, valószínűleg be van repedve. Fogyasztottam egy kis healt. Én ezt akkor is elviszem, hogyha addig élek, úgyhogy... Te velem jössz, gyere csak, csillagom! Ez egy unstable. Nagyon rosszul bírja a kocsi amúgy. Jó, mondjuk ez... menjünk ki csak itt a szélén. Jó. Na! Beszarok. És tényleg tönkre vágta a kocsit. Tehát az, hogy folyton neki löki mindenhol a falnak, akkor próbálj meg vigyázni az autóra. Hát kösz. Nem, egyszerűen ezzel nem tudsz mit csinálni, ezt nem mond nekem. Még várattam volna a kinyitással, de nem sokat. Nézd meg! Jó. Nem tudom, mi váltja ki ezt a rást. Ez dúlva. Még a pici enkort azt... Úristen, itt mindjárt kim vagyunk, mondjuk! Jó, nem baj. Vehicle condition compromised. Nagyon fantasztikus. Gyorsan! Edd már föl! Nem! Gyere vissza! Azonnal gyere vissza! Istenem, ezt az anomáliát, ezt nem fogjuk visszasírni. Hol van ilyenkor az autoparking, mi? Ezek nagyon rossz az életem. Menj! Gyerünk, menj ki a fény felé! Ez az! Most turbózz be! Most valaki látta, hogy mi volt ez? Nincs repair station. Most nagyon gatya állapotban van a kocsi, úgyhogy ez így elég nagy szívás. Ez mi volt? Kihoztunk 2,3 unstable-t. Ott a bábú... Nem is láttam semmit amúgy. Ugye vannak ezek a booster golyók, nem tudom minek hívják, és az ugyebár alapvetően lök az autón, de ha nem láttam, olyat is kaptam. Mi az, hogy az életben is így égágyom mindenkit? Tehát vágod, ez olyan, mintha az életben is így néha egy random mész az úton, azt egy katapultba még extraként kilőnének. Hát ezt nem tudom, hogy fogjuk összerakni ezt az autót most jelen pillanatban, gyerekek. Ez finoman szóval hulladék állapotban van. Hát nincs ez a repair puty. Hát nem is akarok erre repair putyit használni. Püü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 ü
Vannak kétségeim. Van itt amúgy ilyen
blowtorch. Nem tudom, hogy ehhez mi kell, de ezt kitanulhatnánk, mert ezzel lehet javítani. Ez mindenféleképpen egy jó opció lehet. Meg kell nézni, mi kell hozzá, mert még nem láttam. Ugye már egyszer csináltunk ilyet, vagy találtunk valahol ilyet. Jó, ezeket nem tudjuk. Az Ion Shield-et néztük, ugye? Azt mindenféleképpen ki szeretném tanulni. Hát most ezt bevállaljuk. Max, megyünk egy lootolós kör, de valamit... az áramboost. Én ezt értem, hogy áramboost. Lazarus device. Mi van itt? Nitro boost. Hát volt nekünk itt nitrónk, nekünk ezt ki se kell tanulni igazából. Side battery, igazából azzal nincs egyelőre probléma, ugye még a C-track van az egyetlen, amit igazából így lehetne csinálni. Ehhez meg nincs elég unstable energy-nk, hogy az all road wield kitanuljuk. Jó, nézzük meg, mi kell ehhez ez a blowtorchhoz. Itt is van. Mars X kell hozzá, 80! Hát a fingom sincs, hogy honnan fogunk találni, úgyhogy szerintem el is engedhetjük így ezzel a lendülettel. Ahogy áramot kapott a kocsi, ment a nitró. Hát az oké, okay, de nincs benne nitró. Legalábbis én biztos nem tettem bele. És azért ez így elég nagy szívás, mert ugye annyi akadály van előtted, hogy akarva akarod is mindennek neki vág. Nagyon sok kemikáliánk van, úgyhogy lehet, hogy egy kis putyit fogunk gyártani, nem tudok jobbat hirtelen. Hát a jobb első ajtunk az nincs. Az konkrétan nincs. Azzal megszűnt létezni. De ugye bár amúgy ki kéne találni, hogy mi volt a baja a kocsinak is, mert az is gond. Na várjatok, volt egyszer egy olyan, hogyha mozgattuk a kormányt, a horn, radio nem, mi kell? Steering wheel, stays turning, vagy igen, talán ez a, hogyha elforul, igen, vagy a headlights, dims, vagy a flickers az a villogna csak. A dims az ilyen elhalványul, nem? És ezt meg kell nézni, nem tudom, ez a dims pontosan mit jelent. A brighten az biztos, hogy nem. Igen, elsős, elhomályosul, az lesz az. Futtassunk erre egy diagnosztikát? Három per négy korrekt, akkor valószínűleg a dims az jó lesz. De akkor stays turning. És akkor headlight dims. Így lenne? Oké, okay. Akkor a stays turningben, tehát hogyha kanyarodásban van. Mindegy. Oké. Okay. És akkor fix. Missing ingredients, mert mi kell hozzá? Ja, light replacement kit. Mindjárt hozok egy light replacement kitet, várjatok egy pillanat. Ezt megcsináltuk. És akkor ezt most megcsináljuk. Ez egy rohadt idegesítő. A diagnostics required, hogy mitől nyílik ki az ajtó? Mitől nyílt ki az ajtó szerintetek? Hát ez a pálya amúgy ez ilyen szempontból az áramboost ellen villámhárító megoldás lenne? Fogalmam sincs. Van amúgy ilyen cuccunk elmetleg, ami az áramot fogja be, nem? Vagy rádiónk van? Várjál, ez egy... De van lightning rodunk. Tehát az egy dolog, hogy feltölti a kocsit, de... Most nem hiszem, nem az volt itt nekünk a megoldás. Mi lesz szerintetek az ajtónyitós trükk? Igazából már nincs is meg az ajtó köbö. Insulated door. Yes, I need that. Oké, okay, az ott is van. Na várjatok, de azt itt is kell produkálni az autónak, nem?
Igazából most is csinálja. Becsukódik a bal ajtó, kinyílik a jobb. Rápróbáljunk erre? Bal ajtó jobb nyílik. Aha. Hát, jobbat nem tudok. De volt, amikor nem csinálta, szóval front left door is closed. Hát ez nem teljesen igaz, de mindegy. Akkor front right door opens. Hát ez könnyebb volt, mint gondoltam. Ezt megjavítjuk, ez van is. Az elindítás, leállítás nem volt rá. Ezt nagyon jó, hogy megcsináltuk, mert ez is borzasztó idegesítő. Meg hát számolnod kell azzal, hogy az ajtó ki van nyílva, és hogyha elütsz valamit, a szívás. Lekapcsolhatnánk amúgy igazán a kocsit közben. Na jó. Hát nézzük meg az állapotokat, amelyek inkább kritikusak, mint nagyon javíthatóak. Ceiling kit kell nekem, igen, I guess. Yes. Az ablakot az be kell szét. Az ablakra amúgy nem lehet valamit. Jó, így né. Az ablakra nem lehet tenni valami páncélt. Nem bírja túl jól a gyűrődést, ami azt illeti. Szóval... Na várjatok. Eléggé szar van a palacsintában, mert ezek nagyon rossz állapotban vannak. Az engine az nem sérült, csak szimplán rossz. Hátul steel panel van, a steel paneleket azokat lehet, hogy inkább cseréljük egy per egyben. Kaptam egy darálót. Kaptunk kemikáliát. Not bad. Már egyből izé van. Jó. Valahogy megcsináljuk a kocsi karosszériáját, nem kell miatt aggódni. Ó, kaptunk kettő repair puttyot. Hát kösz. Már rendes ez a kuka. Na most már viszont megunta itt az ajándékozokat. Jó, ezt az insulated panelt szerintem egy per egy belecseréljük. Azt mondja, insulated door, insulated panel. Steel sheet kell hozzá, de steel sheetet tudunk gyártani. És akkor ez megvan. Így né. Ami azt illeti amúgy szerintem, ja, minden köböl jobb állapotban van, mint az az egy darab. Ezt is levesszük. Hát igazából ezt a steel plate-t is le kéne. Hát repair puttyozni fogunk. Még ezt szerintem egész jól meg fogja csinálni itt a dolgok nagy részét. Meg így, hogy adott a játék, azért ez így nagy ajándék. Nem kell elhasználnunk egy csomó kemikáliát, a nyomás az is jó. Ezt megcsinálja. Jó. Ezt a steel panelt, ez csak egy sima steel door. Ez jó. Ezt megjavítjuk, ez nem annyira gatya. Ez egy pityi-putyitól jó lesz. Ja, meg a kerekekre is rá kell majd nézni, ugyebár azok bírják. Na, felmegy maxra. Nem megy föl maxra, pont. Új, ezt a bumpert amúgy, hát ezt átgondolom még, hogy megcsináljuk-e vagy sem. Gyors, ledarálom itt, ami olyan. Na. Az a steel sheet-et is. Szuper! A kocsi hátulján, ez micsoda? Ez az limp pulse emitter, ez az a shield, amit használni szoktam. Amikor megyek, és így hirtelen megvédi magát az autó. Uh-huh. Oké.
Igazából, hogyha ezt így megcsináljuk, akkor így nem is kell, nem is kell nagyon kemikáliát elhasználnunk. A kopperünk nincsen igazából, steel panel. Jó. Azt mondja, hogy egy steel panel. Az ott meg is van. Dárdog, nagyon szépen köszönöm a csatornatagságot, köszi, köszi a támogatást. Csinálunk-e panelt? Várj, a panelt az alján csináljuk, ugye? Ó, persze. Jó, kell egy... steel panel ide. A túloldalra. Szerintem én ezt az ajtót is inkább újra gyártom. Annyi scrapünk van, hogy azt arra most nem akarok repair putyit tenni. Yes. Ugye a hátsó ajtóink sajnos még ilyen kis gagyikák, de hát ez van. Ezt kell szeretni. A kerekek még bírják szerintem, azok bírnak még egy menetet. Azzal nincs baj. A headlightot mindenféleképpen megjavítjuk. Ezt is megjavítjuk. Hát menjen az insulated bumper is, mert az kelleni fog. Annak szerintem kell még egy puttyolás, meg még ennek itt oldalt. Ha a headlightunk se lett maxos sajnos. Három javítás kéne még, az a baj. Hát nem ússzuk meg. Hát jó. Hát ez sikerült összehozni most így hirtelenjében. Akkor viszont egy puttyot csinálunk. Sorry, de muszáj. Muszáj, mert az eleje az legyen fullos a Verdának. Jó, hogy állunk most? Még a jobb hátsó ajtó nem tetszik neki. Aha, azt viszont akkor levesszük. És bedaráljuk kutyakajának. Még egy ajtót csinálunk rá. Így jók vagyunk, nem srácok? Így egész gazdaságosan megoldjuk a sztorit. Na. Fullos a Verda, ahhoz képest mit kaptunk, szerintem ez most teljesen jó. Meg kell tankolni. Meg kell tankolni nagyon gyorsan. Most tankolunk bele. Kezdetek óta jellem vagyok, nagyon szépen köszönöm Dartug a támogatást. Insulated panel tegyél hátra, hát jó lenne, de nincs hozzá alapanyagom, Ferenc. Ezt nem tudom, láttad az előbb, de ugye nincsen wire-öm. Anélkül meg nehéz lesz. Ezt a scrappert, ezt eltesszük, jó lesz, az még jól jöhet. Oké, ezen meg vagyunk. Nézzük meg, hogy az ionos bigyóhoz mit kéne gyűjteni, az ion shieldhez. Nagyon jó lenne, hogyha ezt fel tudnánk tenni, de valószínűleg ahhoz gyűjtögetnünk kell még. Itt az ion shield. Tehát alaplap kéne hozzá, amihez copper wire kell. Miből jött copper? Honnan tudtunk coppert farmolni? Ezt most nem is tudom fejből. Ugye ez most nincs. Van a jump jacks, csak hát azt nem hiszem, hogy kell, vagy hát én nem gondolom, hogy használnunk kéne. Na várjál, ez kell tree candy. Honnan szerzek tree candy-t? De valahonnan már szereztem egyet, hogy ez nem lesz annyira ritka cucc. Na mindegy. Figyúzzatok, ez, én ebből teszek egy biztonságit be a kocsiba, hogy menet közben is, hogyha kell, akkor tudjunk javítani. Meg first aid kéne nekem. Van egy csomó fabrikem, meg taktépem. Most már legyen nálam, mert most is azért kaptuk rendesen az áldást, úgyhogy nem baj az, hogyha van. Inkább legyen, mint hogy kell, de nincs. Jó, egy kicsit így bepakolásszuk a dolgokat a kocsiba. A repair putyi is pont elfér ott. Plusz egy crowbar, az nyugodtan elfér. Miért nem szóltatok, hogy nem próbáljuk ki? Miért van itt nálam? Várjatok, megnézzük a cápás! Hú, ott a szeme, oda néz! Nagyon komoly. Milyen jól néz már ki. Most ez a tetőcsomi az olyan lett? Nem. Jó, most lett olyan. Tehát az orra lett? Oké, okay, nice.
Ja, jó. És itt oldalra nem kerül semmi. De. Nem lehet ezt valahogy amúgy feltölteni egy ilyet? Vagy... Rabbit season, mi az Isten? Nice. De menőn néz ki a Verda, nem? Rabbit season. Gateway Gauntlet. Nagyon jó. Ez az új kedvenc fóliám. Nem lehet ezt valahogy tényleg feltölteni? Amúgy valaki azt hiszem azt is írta, hogy ezeket is le lehet darálni, nem? Rosszul emlékszem. Ja, megnézzük. Hát tényleg le lehet. Jó, hát ez igazából ilyen plastik, meg ilyen nagyon alap dolgokat. És a színekből itt van mondjuk ilyen homokszín, meg ez a kékes, ezt is le lehet darálni. Aha, hát mondjuk ez túl sok minden nem ad azért, tehát ez itt nem kell anyat esni. Jó. Oké. Túltárgyaltuk. Frequency file, azt mindjárt áttesszük ide a másikba. Van egy steel bumperünk. Új, basszus! Itt van a repair torcsom. Vagy blow torch. Na, ezt tudjátok mire lesz jó. Vagy ezeket a kis kerék hibákat rendbe rakjuk. Ha. Igazából köbben azon múlik szerintem a kocsi állapota, hogy... ...hogy a kerekekkel mi zuhan. Ja. Hát ez így nagyjából fullos. De azt írja, hogy az üzemanyag 90... Ja, jár a motor? Hát várjál, csillagom. Hát itt járatjuk a izét. Festék ad vegyszert néha? Na, az mondjuk nem rossz. Akkor megéri gyűjtögetni. Ugye megnézzük, hogy itt a benti tartály az tele van. Na hova megyünk? Nyomjuk a következőt ám. El is felejtettem zenét nyomni. Ej! Mindenféleképpen ide kéne menni. Nagyon nagy buli lesz szám most megint oda menni. Reméljük most, hogy nem fog rosszalkodni a Verda. Menjünk. Lássuk. Már úton is! Azt mondja, a Stark a Trikendi a midzónában van, vörösen izzó minifákon szerezhető. De akkor hogy nem van nekem egy, hogyha még nem jártam ott? Csinálj egy Turbo Light Engine-t, nagyon gyors és keveset fogyaszt. Sok olyan alkatrész kell, azt hiszem hozzá, amit még nem találtunk. Úgyhogy, ja, az a probléma. Ja, hogy itt fél úton vagyunk, jó? Kár, hogy nem BMW a kocsit. Ja, igen. Tök menő lenne a hún. Ez megint csak egy ilyen átutazós félút, ugye? Ja. Hát itt nagyon meg se állunk, csak átmegyünk, jó? Igyekszünk a kocsinak az állapotát megtartani, le is kapcsolom a fényszórót, mert ez nem fog kelleni. De 11 óra 44 van, 6 óra múlva fogunk megérkezni valószínűleg. 12 óra múlva? Most nem tudom, hogy 6 óra szakaszonként. Hogy van. Ne szokjatok hozzá, hogy ilyen light-os itt minden. Fúj, szél lifeg ott balol, vagy jobb oldal. Milyen menő lenne egy ilyen játék VR szemüveggel, kormánnyal, váltóval,
És rendesen itt benne lennél. Nyomatni kéne. Igen, három óra szakaszonként. Akkor viszont este 6-ra fogunk körbe odaérni. Hát, szerencsénk van, még világos lesz. Lehet, elkapjuk ezt a boostert. Nem. Most nem vette föl. Hol lenne visszatérni az útra, csak a szalagkorlát ez nem teszi lehetővé. Jó, is vagyunk. Úgy a sérülés tökéletes. Hidraulikusá. Hát figyelj, hopp. Valami gödörke egy kicsit megkarcolta a fényezést. Jó, akkor valami sárga amúgy. Nem tudom, mi sárga a kocsin. Jobb lent valami rendszer sárgának jelzett. Mindjárt megnézzük egy picit közelebbről. Figyelzzetek, itt balra amúgy letérhetnénk az útról, és összeszedhetnénk egy pár Anomaly Clouds, azt írja. Na majd figyelünk. Túl sok érdekes station erre nincsen amúgy. Megpróbálunk az erdőbe szerencsét próbálni majd itt mindjárt balra. Ez még annyira nem beszélyes zóna szerencsére. A porszíjút amúgy ki kéne tenni itt gyors gombra. Azaz. Ez nem tudom, ez Adwire-t? Ha nem emlékszem. De megnézzük, mert az kéne nekünk nagyon. Nem emlékszem, miből jött a Wire. De ebből jön. Úgyhogy ezeket a lámpákat egyből darálgatni kell. Hát mindent, ami elektronos, mert ez nagyon jó az a spot. És tök sok wire-t kaptunk összességében. Így mi. Jó, ezeket a lámpás spotokat, ezeket ki kell durantani. Nitrós lököst, aha. Hát figyelj, értem én, hogy a nitrós lökös jó. Csak egyelőre inkább az Ionra mennék rá, mert az védelmet ad. Vigyázzatok, itt fönt lehetnek jó cuccok, úgyhogy ide fölnézzünk. Gyors. Gyors, megnézzük. A földből feljönnek azok a bigyók. A bigyók meg az izék már megint visszatértek. Mit lehetne itt csinálni? Bulbér cserébe kapunk. Pressurized card. Ah, mondjuk az lehet, hogy... Fát se tudja. Jó. Ebből cserélt arra, amit kaptunk, ez remek. Csak egy fabrik volt benne. És van még valami, ezt is kivesszük meg, ennyi. That's all, oké. Okay. Hát megnézzük akkor a másik épületet is, hogyha már tényleg itt vagyunk. Kicsit megsérültem, nagyot ugrottam, mert oda kell figyelni. Azt hittem már ez is ajándékozós kuka lesz, de jó sok cucc volt benne szerencsére. Az üveg is jól jön, meg a plazma is. Azt gyorsít, akkor azt nem lehet darálni, azt hittem pedig. Ezt lehet. Próbára kifeszítjük. Ez bulbér cserébe kemikáliát ad. Igazából szerintem kevesebb bulbom van, mint kemikáliám.
Bár egy idő után, hogyha sok bulbot összeszed az ember, akkor ez jó trade lehet. Csak hát... a nagy tartalékainkat, meg a sok cuccot nem a kocsiban tartja az ember. Ott egy láb! Mekkora majom láb. Húzzunk innen gyors. Ja, benya van itt a földön. It's not bad. Úgyis offroad gumink van, szóval nekünk teljesen okés az, hogy ilyen földúton kell menni. Még itt lehetne is a... na-na, lögdösős bigyó. Most meg fog rázni? Nem. Megrázott. Most nem tudom, még közel mentem el hozzá, vagy ilyenkor mi nem értem néha miért triggereli be. Gyors ellopjuk. Lehet, hogy mindjárt kocsit is föllöki. Kicsit közel álltam meg sajnos. Húzunk innen? Jó, jók vagyunk. Nincs gáz. Pontosan kírja, hogy... csúszik egy kicsit a Verda. Ójj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 
Jön a vihar. Picit visszamegyünk éjszakra, és megpróbálunk a vihartól elmenekülni és megvárni, hogy elvonuljon. Basszus kulcs. Így elmegy alattunk szerintetek? Hát amúgy igen. Szerintem nagyjából igen. Meglátjuk. Határesít, meg egy kicsit föntebb megyünk, jó? Nem akarok fölösleges sebzést elszenvedni. Na, biztos jók leszünk. Addig pedig, hogy hasznosak is legyünk, spórolunk az üzemanyaggal. Jó, megyek és leszívom azt a tartályt. Vagy a vihar. Ja, közelrész rápattan a villám, de csak a villámhárító sérül és tölt. Aha. Hát jó. Csak jó, igen, oké. Okay. Oké. Okay. Ebben nem volt olyan sok, mint én azt gondoltam, ott egy másik. Ez megvan. Visszavisszük. Az nem volt, ha rápattan, csak nem tudom, mi, tényleg nem tudom, mi volt az, ha valaki tudja, nyugodtan érhetje. Akár utólag is, hogy mit kell figyelnem, mert értem, a pálya sajátossága volt ez a boost. De az volt kvázi a sajátossága, hogy ha megcsap a villám, akkor elrepülök a francba. Kicsit kiábrándító volt. Na most megtankoltuk legalább magunkat, mehetünk. Orrébb vonult a vihar, úgyhogy jók vagyunk, drága barátai. A műanyag kevés lesz, amikor karbont kell gyártani. Igen? Honnan lehet sok műanyagot szerezni majd? Mondom, bentebbi zónákban, nem? Jaj, tudom, mi van megsérülve. Tudjátok, mi sárga? Storage. Storage sárga. Az nem baj. Ha úgyse tárolok most jelleg semmit. Hát itt olyan nagy nyugi van, gyerekek, megállunk itt lootolni egy kicsit, mit szóltok hozzá.
tetszik, hogy nappal is van. Felfeszítjük. Azt már benne is vagyunk. Mi? Le kellett volna pakolnom, ugye? Kocsiba, hát itt túl sok lut nem volt. Van egy kis anomali. Volt. Más kérdés, hogy mennyire hasznos. Lapkomputer, azt is szétszedjük, abból is jöhet wire szerintem simán. Ott is van. Oké, és oké. Így mi. Kilutottunk mindent, mehetünk. Ja, értem, tehát ott direkt a sok speed volt a speckó effektje a pályának, aha. Jó. Oké, rendítsek. Nem akarok értetlen lenni, csak nem gondoltam, hogy ilyen egyáltalán van. Már szerintem még nekem még azért sok meglepetés lesz a játékban, mert ugye én még azért nem tartok nagyon elől. Neked nem is akarom rásolni. Most nem tudom, most az úton vagyunk? Elmentek? Igen. Mire lehet riszki, hogyha itt így berakom az anyósra? Azt köszi. Ugye a villámhárító elnyeli, úgyhogy azzal nincs baj. Tényleg amúgy látom, hogy folyamatosan a villámhárító kapja. Ez javító? Várját, itt lehet meg is javít minket ez a szutyok. Ja, itt egy repair stop! Ha! Zseni. Megjavítja az egész verdát. Jaj, tudom, hogy van automatikus kézifékem, de... Én élvezem, hogy beúszhatom a kézit, most erre nem tudok mit mondani. Én ilyen ódivatú gyerek vagyok, én szeretek váltani is. Igen. Ezt nem mondjátok komolyan. Kaptunk egy defektet. Rubber kell ehhez. Ceiling itt kell a kerékhez, gyerekek. Na várjál. Hát túl sok út nem lesz. Ez az érvágó zene. Várja, lehet, hogy ilyenem van is. Hát készültük! Ennyi. Hú, amúgy ez most nagy szerencsé, hogy itt volt a kocsiban. Ezt a zenét el kell nyomni, mert valaki eret fog vágni itt a streamben. Na menjünk. Hello, Imre, köszi, meg VR1 game, neked is nagyon szépen köszönöm. Proga 7 hónap jó gémet, köszi szépen.
Right now we have an explosive deal going on. Buy one of our pallets and get the other one half off. Folks, I would not wait on this deal. These things are practically walking out the door. Már itt intézi. Még kell mennünk itt a földúton. Nem ugratunk. Teljesen jók vagyunk. Sárga a szilink, a piros ripér. Aha, jó. Teljesen jó volt a szilink. Ügyetek belefér, és miért álljunk meg itt meg? Kicsit álljunk odébb azért. Úgy is itt vagyunk, nézzük meg, hogy mit lelünk meg itt. Tessék, tárt karokkal várnak minket. Jó. Ezt bűn lett volna itt hagyni. Nincs gáz. Ennyi. Big Fat Tooth! Azt nem lehet kilootolni. A bármelyik lámpát nem viheted el azért. Vagy a bulbot belőle. Én amúgy ezt az állomást itten kilootolnám. A kamionok hátuljában is sok jó loot van. Na majd azt is meglessük. Úgy tudom, hogy a legtöbb azért így a... Így a semmi közepén van. Inkább. Menjünk egy kicsit neccesebb zónába most. Nagy instabilitás. Swift Storm. Shocking Speed. Aha. Jó. Ezt a shocking speedet, ezt nem tudom, hogy fogom orvosolni majd. Shocking speed. Hát mindig sokkolódok, amikor megkapom. De most már jó lesz, hogyha tekerem közben a kormány, miközben 500-al száguldok, akkor nem lesz gáz. Ha írja is, hogy shocking speed. Erje, darkness, shocking speed, swift storm. A gyerekek, nagyon juicy-nak tűnik most ez a terep. Gyere csak, kiakasztom a kocsit. Kettes
hogy lássunk is valamit. Kaptuk egy csomó leadet. A receiver, a labcomputer. Easy money. Easy stuff. Jó, van még itt valami, amit szét lehet varál? Lead shielding. Ó. Oh. Hopp, még ott is van egy fönt. Igen, az autó lényege az, hogy megvédjen, úgyhogy a Total Car-t azt lehet jól lenne elkerülni. Áú! Már is? Ez kedves. Nem kell itt nagyon félni, csak a VR indul be. Ó, rohadjatok meg. Most az, hogy... Félek, hogy mindjárt kilő. Aha, ki is lő. Jó. Ez az egyik legrosszabb cucca amúgy ez a kilövős. Ugazek. Nekem hátrafele kéne mennem, haló? Mi az Istenen álltam meg? Na, hogy meggyújtsd! Hányszor nyomja meg a gombot, te? Ó, futás! Ezt visszük. Ugye jön az elektromos kígyó. Jó. És most mi a tökömet csinálják? Nem lesz ott jó! Úristen! Oh my god! Oh. Ez az! Jó, full tactics-ba nyomjuk. Itt nem fogod tudni ellökni a kocsit. Le is parkoltam, le is fékeztem, a lámpa világíthat. Tudom, hogy nagyon kevés az energiánk, de... Látnom azt kell. Ezt ellopjuk első körben. A kocsi az nincs benne a dzsuvában, ugye? Nagyon remélem, hogy a kocsival nem álltam bele a dzsuvába. De jön a dzsuva, úgyhogy odébb kell állnunk. Ojaj, de, baj van. Mert azt a másikat, azt most itt hagyom. Nekem az nincs kedvem szórakozni. Ups. Lendület, nem akarok lemenni balra, mert akkor majd elrepülünk szépen. Oké. Ezt a ládát meg kéne néznünk a térképen, ott biztos van valami érték. Ez nem olyan egyszerű ugyebár, mint az ember azt gondolná sokszor. Vagyunk az Repair Station? Nem.
Elhittem. A bal első lökössünk egy picit. Szarul érzi magát, ami azt illeti. Mi az a kék bigyó a térképen? Azt nem is tudom, hogy ez micsoda. Biztos lát. Vannak hangok, amik annyira nem tetszenek. Ne, mögém izél egy corrupted energy. Basszus. Hol van? Az úgy nem látom, hogy hol van. Itt van balra előre valami. Ez lesz? Az ez micsoda? Nem hagytam el, ugyan állam van. Ja, elrakta, jó. Ott hol a tökönben van a kocsi? Ja, itt van. Az a kis jelezte. Majdnem elsétáltam mellette. Jó, akkor ez csak egy ilyen rekord volt, amit össze kellett szedni. Lootláda. Hát nem lootláda volt. Beriszkizzük. Aj, francesen bele. Az a lootláda lenne. Na. Így képzeld egy villanyszerelő céges autóját? Lehet amúgy, hogy nem ebben az energiás pályán kéne azzal szórakoznom, hogy ezt az energiát szedem össze. Hát nem tudom, az a baj, hogy oké, hogy easy loot, én ezt értem, csak olyan fejjel gondolkodok most, hogyha ott arra sok az energia hullám, akkor úgy meg leszek lögdösve, mint az állat. Hát próbáljuk meg. Most itt garantáltan meglök. Jó, úristen, de gyönyörű volt. Most húzom a féket már, ha itt van előttem. Nagyon gyorsan próbáljuk meg kilútolni. Új, a repair putyik kellenek? Hú, nagyon le kell pakolnom magamtól, ez kell most nekünk. Jó, meg letesszük még. Hát a hilt azt nem, de ezt a szart is. Ez se kell, hogy nálam legyen most. Ezt is tedd le egy kicsit, meg ezt is, most az úgy se kell. Nagyon tele van. Ez micsoda, ez sima steel panel. Plasma scrapper. Sima scrapper, heal van itt. Repair putyból 5 darab, meg valami olló. Meg festés. Jó. A repair putya az megérte, meg a plasma scrapper az nem tudom milyen, úgyhogy... Ezt meg kipróbáljuk, menjünk. Aha. Van itt nem sebez, de azért a kocsi elég szar állapotban van, de mindegy, ezzel a repair putya majd könnyedén megjavítjuk. Ebből most belemegyek. Nem, mit vissza az útra, ne dudálj! Ja, meg vagyunk. Jók vagyunk. Busz lesz, készülj! Fogd meg a söröm! Jaj, nincs is söröm, ez a baj amúgy. Na, azt kapcsold le. Na, jók vagyunk, fullos. Ezt kimegyünk az útra vissza, majd mindjárt. Csak itt most
akadályozó tényezők vannak, ami azt illeti. Na ez baj. Ezen gyorsát megyünk. Most nem láttam, hogy hol a széle. Itt is elektronyosság lesz. Megpróbálom itt balról kikerülni, hát ha itt nem adja be. Jó. Most, hogy már amúgy fixen tudom, hogy mikor jön, itt sokkal jobb. Ha? Itt sem fogom tudni elkerülni, mi? Nem. Próbálom rángatni a kormányt, ugye, hogy annál jobban is mindenhogy, ahogy csak lehet, lassítsam a Verdát. Na, itt lesz a probléma. Melyik rosszat válasszuk a sok fos közül? Na, ki válasz a játék helyettünk amúgy? Ups. Jó, nincs gáz. Kim vagyunk a sárga zónából amúgy, mindjárt. Elméletileg. Ja, kiértünk, szuper. Remélem lesz egy szabad fél percem. Azt hittem itt is beadja a boostot. Hát jól szétszedik a kocsit amúgy. Ezen nem lehet sérülés nélkül végigmenni, ezt nekem senki nem mondja azért. Jó. És mielőtt átmennénk, megállok egy pillanatra. Itt gyors. Jó. Na. Azt mondja Repair Puty. Ezt nagyon gyorsan, ezt az első tesztet leputyoljuk. Ezt is. Ingyen volt, úgy nézzétek. Jó lesz ez, jó lesz ez. Ó, le lehet szedni az ollóval a jó autódarabokat? Ó, na ez köszi az infót, köszi. Jó, hogy elhoztam. Majd akkor arra direkt próbálok figyelni. Ez annyira nem is volt vészes. Talán ez ami problémásabb. A hátsó ajtó az kicsit... Aha, hát az be van repedve, azt nem fogom tudni megjavítani csak így. Jó. Erre durrantunk még egyet. Jó, hagyd menjen. Annyira nem kell spórolni. Az új zónába inkább menjünk fullosan, mert most megyünk oda először. Jó, mindjárt itt a cucc. Lightning rodot is megjavítjuk. Így, szuper. Jó. Repair putyok maradhatnak, az olló az igen. Hát a heal-t se tudom jobban, az a baj. Jó lesz ez, jó lesz ez, ezt visszaveszünk ide. A dangerbe vagyunk, jó? Menjünk. Let's go ki. Az üzemanyaggal kéne valamit kezdeni, mert kicsit kevés a benyánk. Arra figyelni kell nagyon. Na lássuk. Azt mondja, hogy stable encore biztos, hogy lesz. Amúgy ez szerintem durvább volt, mint amiben most megyünk. Spark Tower, van valami, kettő dolog van, ami nem ismert azon állján, ahova megyünk. Jó. Varek abonat car repair station. Van repair stop! Van itt repair stop! De itt nem lesznek nagyon új anomáliák, azt nézem. Szia Zalán, ciao ciao, halihó mindenkinek, aki közben érkezett itt. De szerintem nem lesznek új anomáliák. Kicsit oda kéne figyelnünk az áram... Aha. Jó,
Ott a repair stopunk, látjátok? Ott a repair stop. Na jó van, nyomjuk. Üzemanyagot kéne találni. Azt nem tudom, hogy... Amúgy szerintem ott van benzinkút is, mert majd mindjárt megnézzük. Köszike. Kaptam közben inikét. Jó. Hát erre a repair egy pillanatra beállunk. Akkor ezt nem tudtam, hogy ezzel én számolhatok most. Jó. Hát az egy benzinkút. Bocsánat. Elnézést, ki itt a kutas? A túloldalról mindjárt betolatunk. I don't want any trouble. Szerintem így jók leszünk. Be. Na várj, csak most a feltöltött áramot is? Azt nem töltött, úgyhogy... Erre figyeljünk azért. Túloldalt van, mi a betöltő? Nem baj az. Fullon vagyunk! Full-full. Full-full az üzemanyag. Workbench, most arra nem feltétlenül van szükségünk. Throttle shifter. Menj már! Ez milyen? Mosolygós! Jaj, de boldog! Ez nagyon jó. Ez ilyen kozmetikus. Ságos dolog lesz. Hoppá. Na, mi ez? Azt mondja, hogy plazma scrapper. Gondolom, ez csak annyi, hogy jobb, nem? Oda nézd, de rohadt menő. Nem rohadt menő? Baszki, és így lebeg benne az a korom. Nagyon jó. Oké, és... Ja, van egy mögöttem, azért mindjárt elsétálok. Aztán ezek... Hát aztán végigmegyünk amúgy az egész pályán. Nem közelednek, úgyhogy nincs gáz. Kiszabadítottam őket. Hogy ide be tud, hát ide ki tudjuk nyitni, csak simán az ajtót, be tudunk menni. Ezeket szét lehet mindjárt darálni. Aha, hát ez lesz a baj, hogy nem lesz helyem viszont szétdarálni, úgyhogy lehet, hogy ezt itt hagyom. Ez az Anomaly Hunters, ez kell, gondolom. A gumit is el kéne vinni. Na jó, elhasznunk egy healt. Úristen, ez de jó. Pakolni gyerekek, nincs mese. Nem tudok már elrakni semmit sem. Nagyobb táskát kell szereznünk. Most már oda... Amúgy a... Ja, a kocsinak az oldalán is van még. Jaj, de hülye vagyok, hát a kocsi oldalán van egy...
Van egy tárolórekeszünk, úgyhogy majd oda tudok pakolni. Viszonylag sok cucc került most ugye a kocsiba. Úgyhogy azért fogyatkozik a hely. Tudom, hogy tudok erős flashlightot csinálni, csak eddig nem volt priorizálás, vagy priorizálva részemről. Én szeretem ezeket a flareket is. De majd csinálunk. Itt akartam, igen, a pakolásos sztorit megnézni. Mondjuk, még be tudok pakolni mindent is. De van itt valamennyi tárhelyünk, nem? Aha. Ú, itt van electrician skitünk, meg egy másik porszink. Nagyon. Ja, meg itt is van egy large fuel tank benzin. Ezt észben kell tartanunk majd. Most visszajövök, azt összeszedem itt a szajrét. Vigyázzuk el, a babák fölrobbannak. Itt azért nem hagyjuk itt, tudjátok, hogyha már szétszedtük, elhasználtuk rá a plazma cutterünket. Kicsit belementem az arcába a babának. Akkor viszont keresnünk kéne amúgy olyan járműveket, amin armored plate van. Mert azokat le tudnánk már szedni az ollóval, nem? Az armored plate az jó. Az már leadből készült talán. Nem vagyok benne biztos. Már valaki mondta, hogy ezek tök jók, nem? Ezt nem erre mondtátok? Hosszú konténerek. Valószínűleg nem erre lett mondva, de lemegyek itt a cuccért. Ó, itt van ilyen hiddel lópikula is. Deposit box, ezt is elvisszük. Of course. Kocsival kicsit távol álltam meg, hát így biztonságosabb. Azért. Hát ez ritka gagyi volt. Követett a kis hulladék. There's the expansion wall. It separates the outer zone from the mid zone, and more importantly, us from those two idiots. This will get you one step closer to the deep zone. It's far past its prime, so watch your step. Aha! Lesz valami fal, ami elválasztja a midzont. Most nagyon bevállalós lesz. Mi történik? Ne! Ez hülye! Hát engem rabolt el a robot! Istenem! Lol. Ó! A zöld, ez hílel a kocsim? Akkor jó. Ha látom, híleli. Ja, akkor jó. Na, szupi. Na, gyere csak. Ha el akart húzni, de nem sikerült neki. Nem adta ki. Át fog tudni menni?
Vártok, mert itt víz van. Ez amúgy nagyon izgin néz ki. Nem tudok beszállni a kocsiba. Nyilvánvalóan oda spónolja a lám. Legközelebb ejtőernyőt is kell kraftolnunk. Az ápfaz most nem működik? Nem, nem erült az aksink. Ujjjjj. Most megyünk át a midzomba. Oda figyelj. Jajjaj. Szóval most megyünk át a midzomba. Töltjük az aksit, amúgy. Le kéne kicsit kapcsolni a lámpát. Úgyis vannak ilyen fények. Nagyon izgi! És minden egyes alkalommal, hogyha a midzomba akarok menni, végig kell jönni az egészen? Itt most merre? Merre van, nekem a másik irányba kell mennem szerintem. Meghúztuk a hátulját, szóval szerintem nekem arra kéne inkább menni, mert... Reménykezem, hogy jó irányba megyek. Sőt, tényleg amúgy. Jó. Na várj! Nekem itt valami utat kéne itt jobbra előre megtalálni. Én az a hogy megyek át? Na. Most hátrafelé nem tudok elindulni. Várjatok, már valamit elnéztem. Arra még van út. Lehetséges. Leszarok keringek itt, mint gólyafos a levegőben.
Szerintem rossz irányba jövök amúgy. Itt kell nekem valahol jobbra átmenni, de itt nem tudok jobbra elmenni. Vagy de? Ez lesz az én alagutam? Csak. Ó, baszki, hát ezt jól elrejtették azért. Opi nem igazán tud minket elérni. Na, meg vagyunk. Igen, amúgy a torony fel tudtuk volna tölteni, erre én is gondoltam, de majd... Majd reméljük, hova megyünk, ott lesz még, ami fel tud tölteni. Hú! Hát kíváncsi vagyok most, hogy mi fog történni. Szóval, hogyha minden egyes... alkalommal végig kell menni az összes izén, az... Hú, egy idő után azért bosszantó, nem? Most megyünk ide, 3 óra. Aha. Hát de... Este 10 van, úgyhogy hajnal 1-re fogunk odaérni, nagyon remek. Nem kell végigmenni, ugyanolyan lesz, mint eddig. Hát eddig mindig végig kellett menni. Szóval... Akkor mi van? Perpetual stability. Welcome to our side of the wall. Oh, Tobias. Your connection's wobby is jammed. Worry not. Our signal is crystal clear. A little bit obvious, don't you think? Right, ask me if I care. Megjöttünk a midzónba. Menj már, milyen rohadt jól néz ki, akkor mit... Hol lesz olyan candym? Ez mi a tököm? First things first, we've got to extend the signal from the garage, otherwise Oppie's equipment won't be much help. Hooking you into a mid-zone stabilizer should do the trick. Look around, you should be able to see one up on a fákon, valami eset mondtatok a candyre. Lehet szedni majd valami szírszarokat, nem? Majd mondjátok, hogy mit szedjek föl, nyugodtan. És picit töltöm az aksit, azért nem világítok. Ez ilyen mocsaras rész. Nem is tudsz visszajönni? Aha. Na ott a booster. Hát ott van piros gumó. Most körbe akarok nézni egy picit. Salamander grottó. Recommended tool, hand vacuum. Ó, itt a Mars Eggs! Nagyon jó! Imádom ezt a porszíjót. És ez lesz az a gumó, amit mondtatok, nem? Van egy hangulata. Ú, nagyon adom amúgy. Ez most kellett már a játékba, hogy valami. És most mennyi Mars Eggs-et gyűjtöttünk össze? 80 kell az, amit kraftolni akarok. Ó! Ó! Prima donna! Orb! Giant orb. Ezzel mit kell csinálni? Ezt nem tudjuk meg, ez csak jól néz ki. Jó. Milyen jó világítanak a lilipedek a vízen. A Candy-kre azt mondtátok, hogy az majd máshol lesz, meg itt is. Azt a milyen undorító béka hang jött onnan balról. Ez
Szív fel, begyem a marsext! Szív fel! Hol a kocsi, mit van? Mit ezt kibírja az a storage? Tudod mit? Menjünk tovább. Először keresgélni akarok most. Mindent megnyomtam. Úgy számoltam, srácok, látom, írjátok, hogy a marsexből sok kell, hogy én azt már nem viszem vissza. Ilyen fákon lesz a candy, nem? Nem. Szóljátok, látok candy-s fát, mondom, az majd valami speckó lesz, hogy messziről felismerhető legyen. Jaj. Hát. Nem, nem hozhattuk össze, jó. Kivesszük. Jó lesz ez, jó lesz ez. Hát ez eddig eléggé. Na ilyen bugyborékkal még nem találkoztunk, az gyorsan szkennelni. Oké, hát ez. Valószínűsítem, hogy bár zöld színű, most vagy mérgező, vagy hílel. Ez a két opció van. Miért ne itt valami áramos bügyó, hogy egy kicsit visszatöltsön? Víznél is van út? Úgyis megyünk majd még vízhez. Ne aggódjatok. Vannak fönt olyan piros bogyók. Ilyet figyúzzatok, ha nem próbáljuk is, sose tudjuk meg. Jó. Ez nem tesz jót a kocsinak. Túl tárgyaltuk. Itt van egy kis üzemanyag, azt lesem éppen. Van elég üzemanyagom pluszban. Menjünk tovább most. Szedünk össze még cuccokat majd itt a kereszteződésnek következőnél, meg remélem, hogy lesz még marsex, mert biztos vagyok benne, hogy egy tonna szám fog kelleni. Hát ez mi a tököm? Pusziszkodó gumók! Ne! Hagyjatok békén! Na-na! Aha. Jó, és ezek a kocsit is megfogják? Ugye kiderül. Nem. A kocsit nem, de az embert azt megfogják. Jó-jó. Ezt jó tudni. És van egy-két dolog, ami rám is veszélyes. Az ott Unstable-enkor, nagyon szuper. Ezt most itt leállítjuk viszont, mert itt mellettem van két ház a mocsárban, körbenézzünk kicsit.
rottenek. Ajaj. Jó, szerencsére nem ránk jött. Nem mi kellettünk neki. Bele fog törni a... Ha leköpöd a verdám, nagyon mérges leszek. Ezek nagyon... teljesen random jönnek ki a földből, úgyhogy mindjárt megyünk is innen. Ez hiszen nyugodt a loot, hát ez nem volt úgy combos. Jaj, itt vannak ilyen bigyók. Mit mondtatok, a víznél is van loot? Armor panel! Na várjatok! Olló. What? Na, engedj el! Hagyjál már békén! Nem a vagyunk barátok! Engedj el! Na végre. Jó, az armor panelt ezt beraktuk. Húzzunk kéne nagyon gyors. Mondjunk odébb, mert ez a... franc, ami kilövel, az annyira nem szimpatikus. Ennek is van egy hangja itt. Ez jól néz ki. Hát azt köszöntem. Már lopjuk, visszük is. Mekkora rántó munka múlt. Húj. Igazából vissza kéne mennünk azért a fő küldetésért, és akkor utána Activate a Stabilizer. Aha, és akkor utána tudnánk menni azért meg a kiárathoz. Bár az eléggé fenn van a hegytetőn, szóval ezt lehet, hogy skippelni fogom majd idővel. Meglátjuk. Mindig most már indulunk visszafelé közben. Egy healt közben elhasználok. Csak egy lámpát, hogy lássatok is valamit, meg hát nyilván én is. És itt bemegyünk egy kicsit. Az a gedva köbő oda születik. Ha látom az anchor pointot. Kicsit távolabb állunk meg tőle, mert ugye valamilyen anomáliát úgyis maga köré fog idézni. Oh. Szóval mondtátok, hogy van valami a tóparton is. Mi van a tóparton még ezen kívül? Na, inkább menjünk már, a dzsuva az már... Nézd meg, leköpi a... Na hát akkor várjatok, addig kinyitom az ajtót legalább. Az ott fel fog robbanni rajta. Visszük. Csak ide magad. Nem fogom tudni összeszedni a maradék orbot? Miért nem? Eléggé telít, nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy túltelítjük a rendszert. Nem tudom, mennyit gyűjtöttünk már eddig. Nem lehet, hogy majd ilyen helyekre kell az a vizes gumi is, hogy tudjunk menni a vízen. Ups, kicsit túlhajtottuk. Há, ott is látok egy ilyen fészket. Tökéletes helyen lesz itt a Verda. Lám fényszórót ezt azért lekapcsoljuk, hogy ne egye fölöslegesen az áramot. Itt van, amire nem is.
gyors elszaladni. Lila sejtek vagy mik azok a parton? Várjátok, ezt megnézem, mert hogyha kell nekem, akkor viszont abból szedni kéne. Ja, úgyis tankolunk, meg itt nem tudom, fel tudok-e menni. Lila sejtek. Erre sejtem, hogy mire gondolsz. Ezek a lila bigyók. Van előttem pár lila bigyó. Ja nem. Nincs olyan. A lila sejt, amit porszívózni kell, a Marsex, az már megvan. Na hát arra írta a kedves kollega még, hogy az kell nekünk. Ezekkel itt nem tudok mit kezdeni. Megyünk és akkor a story küldit megcsináljuk most. Nézd meg a gyapot. Új, ez csúnya volt. Nem baj. Amúgy... Én azt hittem, hogy itt ez ilyen hardcore-abb lesz a sztori, aztán ahhoz képest amúgy egész jók vagyunk. Egész tűrhető a sztori. Valahol itt balra... lenne házikó. Ha lenne. Warning. Jó. Ezzel mi nem foglalkozunk. Ja, látom. Jaj, hát ez... Minek nekünk bejárat? Csak siessünk, mert sérülök közben. Hát az nem vészes a sztori, de... Ja, ide izé kell. Na, az viszont most nincs nálam, úgyhogy akkor ide most nem megyünk be. Ilyen electrician's kit, vagy valami ilyesmi. Várja, lehet hátul a csomagban van, most azon gondolkodom. Ez battery jumper? Van battery jumperünk. Jaj, nehogy kiszereld a motort. Várj, ezt hogy kell használni? Rádurantottam egyet, hogy ne kell itt szórakoznunk. Mechanics kit. Hát egy elektronik, vagy electrician kitünk nincs nagyon. Itt van. Csináltam egyet. Reméljük, hogy megéri. Van bent valami jó szájré. Komputer, ládikó, lapkomputer. Itt van még a láda, és akkor ezt gyors kinyitoljuk. Sziklán lesznek rendes nagyobb üzen. Hát jó, ha meglátjuk. Szia, Nika, halió! Üdvés miatt, ha megcsod, menni kell vissza, amit nem tudsz mondani. Aha. Küldi miatt menni kell vissza. Jó, nem, mert most úgyis van egy csomó pontunk, úgyhogy igazából ez most így nem problémás szerintem. Most már lassan vissza kell menni, mert kéne a kocsin is fejleszteni. Igazából amiatt aggódok, hogy kicsit fogy a medkitem. A karakter eléggé kapja. Hát most kettő pötyi van ott. Túlélhetjük. Ezt nem szedjük össze. Hogy ide jöttünk, jó. És valahol még itt van egy ház. Na, ott van.
Na, szóljatok majd rám, hogy valami rendes lámpát rittyentsünk, mert ez nem állapot amúgy. Jó, ezt csak be kell lökni, úgyhogy ez így jó lesz. Én se látok, itt kell hunyorogni, hogy... Nézzen, akkor ez szerencsé, hogy világítanak itt a cuccok. Elfogyott a fákja is. Baksiskodunk egy kicsit. Kéne egy éjjellátó. Az a vízi benne. Ezt belökjük. Ez megvan, mehetünk vissza Verdához. Itt van előttem. Fullos, fullos, fullos. Ja, hogy a lootot is elveszik a lila sejtek? Ja! A kis ilyen kórászok. Kis csöves kukorica idejön, azt nem elég, hogy húzogat, érted? Meg a lootomat is belopja? Abba mekkora bulb lehet. Várjál, már itt nem lehet valamit szétszedni, mielőtt itt elnézélnénk. Na mindegy, nyomjuk a küldit. Azt a figyeljétek! Okay, a stabilizer in section D is online. Coming through loud and clear. Hey Francis, pan the car's broadcast frequency to the stabilizer, would you? Hey, come on, I can't do this without you. Fine. There. Your receiver's hooked in now. And we're patched into all that sweet ARC device data. Dunger van. Nice work. Oppie won't be able to block us out anymore. Well, better get going. Here it comes. Hát, jó hangzik. Storm is coming. Kéne egy kis benya. Tankolni kéne, gyerekek! Ez jó gyorsan jön, bakker. Hát vágunk erre felé, mit szóltok hozzá? Van amúgy egy... Micsoda?! Zene. Elég futósra kell venni a figurát így. Hú, ott volt még egy csomó bigyó. A bigyók. Bigyókat sajnálom egy picikét. Hát csak ide! Redderedderé! Bam! Ok vagyunk, easy. Úgyis lesz még egy csomó hely, ahol majd lootolhatunk ilyeneket. Nem hiszem, hogy csak most lett volna ilyen itt. Egyedül. Ott vannak a kendijeim! A kendik! Ezt is porszívózni kell. Nem ez valami korral. Leszettük a nagyját. Ó, ezzel döfködni lehet. Nem baj, jó lesz ez. Ez is kell valamire. Lehet, hogy menni kéne, nem? Kicsit szorul a hurok a nyakunk körül.
Na, let's go haza. The Midzone Crossing Achievement Unlocked. It would take a miracle. Hát kösz. Amúgy ez egy rendesen jó kör volt ahhoz képest, hogy az előzőben meglettünk répázva. Most ez a lájtoska lett. Igazából az az undorító tulajdonság annak a pályának akasztott ki nagyon durván. Aj, ez az opi amúgy. Don't worry, I'll restore her connection once you do us a little favor. We suspect Oppie's hiding a copy of Otis' database in that auto shop of hers. Find it, and we can get back to this remnant business. Okay. Na, ez az Arbor panelt. A little favor. Recover Arda data. Aha. Üzemanyagot kell majd tankolnunk. Alright, I've identified the electrical circuit for the garage's security system. And there's an auto security lock in that circuit. So once I do this... Bingo! That security lock's powered on now. Try that overload code from the observation towers. 4735. Aha. Most... Observations. De mi az a várja. Hát is repair putyot, nagyon kire. Várja, a WC-t kell kinyitnom, azt mondta? Boy, oh boy, look at all these gizmos in here. Unlock the bathroom, de hol a tökönben van a bathroom? A fabrication station. Ooh, her personal vault? What? But there's some good stuff in there. I'm uncomfortable intruding like this. Can you not? Hold the phone. There's a machine that prints bobbleheads. What? Show me. Beszarok. Hol van a WC? Milyen bathroomot vagy mi az mosdót kéne kinyitnom? Sima izé. Vágod, nem vágom, mire gondol. Mutatsz nekem térképet? Nincs térképünk. Ja, mindjárt várjátok egy picit. Ezt majd be kell rakni. Bejöttem ott balra. Kösz. A kódos szoba. Hát kösz. Milyen kódos szoba? Ez nem az, ez sem az. El is felejtettem a kódot. 4735 vagy valami ilyesmi volt, mi kódos szoba? Gondolom az ez a szoba lesz, nem? Mi attól, hova kéne ide beírni bármit? Ez nem az, ez sem az. Nem vágom. Itt van a házban. Én ezt értem, de micsoda? Ez teljesen más. Ja, ez az! Ez az! Jaj, baszki! Öcsém! Something you should know about that database. When Arda's funding began to dry up, they handed us our final paycheck with one hand and the same day evacuation orders with the other. Oppie was a higher up, though more entitled than an actual power by that time. She would have known about Arda's plan to close up shop and had enough time to download all the research data before losing access. That data could contain what we need to help you. Ez lesz az szerint... Arkdok.
Az mi a tököm? Tudom, hogy a Data kell nekünk. Én erre nem is emlékeztem, mert tudom, hogy itt volt. De én erre nem is emlékeztem, gyerekek. Azt hiszem, van-e itt még valami, de más nincs. Nem volt egyszerű. Pörgött, nem, olyan sötét, hogy nem láttam azt az ajtót. Sorry, srácok. Hát, Oké. Okay. I see. The comms clear up suddenly, and I find you two patched into the garage frequency. It all makes sense now. Nah, no idea what you're talking about. So, Oppie, what's the plan? You must have some grand scheme, don't you? Ezt hova kéne tenni? Let me get this straight. You hijacked my mission, tapped into my frequency, and now you want to be all buddy-buddy. Not on your life. You think you're hot stuff, why don't you take the lead then? Get the driver through all by your damn selves. Did she just hang up on us? Well, guess it's our time to shine. So, Francis, you got any ideas? We know the driver needs to get to the deep zone, but it's too dangerous to head there directly. We have to zero in on exactly where to go. The signal amplification trick won't work here. The ambient instability is too strong in the mid zone. Huh, how indeed. There was one other time where the mass hallucination and the remnants intersected. Whenever you're ready, give it a spin. The vision. Oké, okay, vissza kell mennünk a midzomba. Tobias elmétek pingelt nekünk van. Úristen! Lehet, hogy fel kéne fedezni alternatív útvonalakat. Hát ez itt nagyon rossz, hogy itt a szélén kell menni. Gyerekek, elmegyünk mindjárt ide, jó? Ez lesz a következő cél. Például levesszük ezt az ajtót. Na várj, ez panel. Ez nem is door, ez panel. Oh, nice! Ezt meg kell javítani. Hát... azért drága mulatság lesz ez az armor panel, ezt ide lát. Figyeljetek, pont egy pici fog maradni. Képességeknél majd be kell állítani egy gombra azt a cuccot, amit beraktam oksa, meglessük majd. Hú, de jól néz ki ez az armor panel. Várjatok már, ahogy nézem ezzel az ollóval, be kettőt lőttem bele, mert ezzel így, ezzel is így tüzelni lehet. Nem tudtam, hogy hogy működik, amikor először kipróbáltam. Summer tire, steel panel, armor door. Ha, tehát egyet lősz vele. Ó, és körülötte több dolgot is leszed. Hú, de várjatok már, itt is van egy armor door. Jó, tehát akkor ezzel 6-szor lehet tüzelni. Jó. Hát írja is, hogy 6-os durability-je van. Okés. Ezektől elbúcsúzunk most már. Melyik a jobb szerintetek, az armored panel? Szóval az armor a jobb, vagy pedig a másik, a, ez az insulated. Na. Ez megint az érvágós zene, nem hiszem el amúgy. Sajáme.
Na jó, most valami pofázás van. Ez a sárga ARD, és ez jobban néz ki. Sárga festéke, de piros az van már, csak. Most ghost stories are like the ringing of a bell, but no matter how often they're rung, there is an infinite variety in the changes. The many possible things that can come to the deep like ache, horse, and violence. They're not intimate, but they are wide enough and complex enough to provide more variety than most of us will ever encounter in our lifetime. What we are about to present to you, we hope, rings a little different to you than many other stories of its kind. A night mystery drama, an old road. Ez ilyen storytelling csatorna volt, úgyhogy inkább elnyomtam. Na várjatok, ezt hogy tudok hozzáadni? Open inventory. Igen. Install. Oké. Okay. Ez egy újféle. Ezzel lehet teret váltani. Az a képesség csak HP-t ad sok energiáért. Nem baj, az amúgy teljesen jó deal számunkra szerintem. Van még egy fölösleges armor doorunk. Nem tudom, hogy felrakjam a motorháztetőre. Azon gondolkozom, hogy védjük a motort, illetve meg fogjuk nézni, hogy mi az, amire most nagyon nagy szükségünk lenne, és le kéne craftolni. Ki kell pakolni. Pakoljunk ki először, mielőtt itt nagyon elkezdünk akkor. Na, lezzene vagy nem lezzene? Frequency fight mindjárt kirakjuk. Oké. Okay. Itt van egy anomális cucc is. Anomális, bocsánat. Ezt is kirakjuk ide. Jó. Azzal gondolkozom, hogy ezt felrakom. Motoreztetőre, és ez door volt? Várj, nem hoztam be mi. Ez egy door? Ó, tényleg ez egy armor door. Ott is van gabu-gabu, true-true. Akkor figyeljetek, a steel cserélgessük, mert most úgyis az a leggyengébb elem itt az összes közül. Így van, a panel megy. Csak ugye az első kettő panel volt, és ezért valamire a panelnél leragadtam. Ez my bad. De úgy, mintha azt hiszem, hogyha azt a kis ollós eszközt, amivel le lehet vágni dolgokat, jól lőjük ki, akkor egyszerűen több panelt is leszethetünk. De majd ezt észre kell használni. De kell egy ceiling kit is. Na. Mi történik ezzel a repair kutya, haló? Azt hittem nem működik. Jó. Ceiling kit? Yes. Királyság. És ez meg is lett javítva teljesen. Tankoljuk már meg, mert már zavar amúgy. Csak hogy ki van vágva ott a lyuk neki. No. Valamint a cápásból még van annyi, hogy ezt itt bevrepezzük. Lesz ez így. Kicsit varieti a gép, de hát ez van. Egyre komolyabb lesz. Na nézzük meg a fejlesztéseket. Kipakoltunk minden olyat, amit ki akartunk. Kipakoltunk minden olyat nagyjából, amit ki akartunk.
Miért a fejlesztésekre rátérünk amúgy. Egy nagyon régóta nagyon fontos dolgot meg akarok csinálni, a Rooflight-ot. Rooflight-tól még mindig nagyon messze. Swamp, ahhoz kell a Swamp korál. Na, akkor most már tudjuk, hogyha Rooflight-ot szeretnénk, ahhoz Swamp korál kell. Úgyhogy erre majd rá fogok peregni nagyon. Nem baj. Jó. Azt mondja, hogy száj... nem, jump, ion, igen. A trikendit nem találtuk meg sajnos. Not enough total resources. Ez hülye. Hát bőven tudnék csinálni. Carbon fiber glass. Az is trikendi kell. Aha, arra majd rá kell durannunk. Plastikban hál' Istennek nagyon sok van, de gondolom ez el fog fogyni elég hamar. Termoszep kristál. Honnan szedünk termoszep kristált? Azt kéne a Turbolight Engine-hez. Carbureted Engine-ünk most is van. Az nem kell. Carbureted Engine-ünk van, ugye? Ja, nézem azért. 400 az élet. 128 lóerő. Csak így kivettük a motort, érted? Szuper. Na lássuk, itt az elsőben mit tudnánk? Junction resebb az item. Jó, a szkennerhez tartozik. Hát ez nem kell, ez limp chip kell. Ez 206 marsek kell, mi a tököm ez? Expanded Matter Regenerator. Ó, aha. Úgy ez majd a javításhoz vezető út lesz. A limp chiphez majd corrupted energy kell, úgy az a harmadik tucaból egyáltalán nincs még. De corrupted kell. Ez a plasma scrapper, ez nagyon tetszetős amúgy. Liberator MK2. Egy pár dolgot ki lehetne tanulni, de most nem feltétlenül akarom. A reinforced headlight az most gatya. Bio headlight. Crude flashlight. Bio flare. Flare gun. Lantern. Nézzük meg ezt a flashlightot. Mert ezt már beszéltük, hogy flashlight az kéne. Csomira kell egy ceiling kit? Termokrisztál jöhet a bábukból, nagyon ritkán, de az... de a midzone-ban lesznek rá növények. Növény az? Vagy valami olyasmi? Várj, most a bábúból hogy szedett ki a cuccot amúgy? A termál vákumra menj majd rá a Swamp Coral gyűjtéshez. Igen? Azt mondod? Tudod mit? Legyen, elhiszem neked. Termál vákum. Itt is van, kitanuljuk. Csinálunk majd, és akkor viszünk magunkkal. Úgyis eltörött most, ami volt vákumom. Most már a vákum egyre több. Ugye a bulbokhoz is az kell, a Swamp Coralhoz, meg a... Hirtelen akartam mondani ahhoz a bogyóhoz, amit a kocsiról szedtem, a Mars X-hez. Jó. Lead plated panel. Scan lead. Ó, lead shieldet, basszus, nem is gondoltam, hogy le kell szkennelnem, mert csomót láttunk, meg szedtünk szét. Majd szóljatok rám, hogy szkenneljük le, hogyha olyan helyen járunk. Most nem tudom, hogy fogunk-e olyan helyen járni, reméljük, hogy igen. Scan benching barnacle anomaly. Oké. Olimp, oké. Armored Bumper. Ahhoz is. Sedgy Scramble Animal. Anomaly. Aha, oké. Hát itt sok mindent most nem tudok egyelőre kitanulni, mert mindez. Armored Dort igazából tudnánk kitanulni.
Igazából úgy is fog kelni, mert abból nyílik majd az antikorozív, illetve az olimpium. Már egy kicsit először hagyd nézzem meg az offroad, all-terrain, wheels az kicsit fontosabb most számomra így hirtelennyében. Lassan kereket kéne cserélnünk, csak azért. A power griphez már a másik fél energy kell. A pedal az el is vinne köbben mindent. Oké, kocsi fejlesztés. Trunk in the trunk. XLS roof storage. Vagy gondolom ez a car storage-et növelni, ami most már amúgy már lassan kéne. És ezt most meg tudnánk csinálni. De akkor már csak fél pontunk marad, és kéne nekünk egy kicsit nagyobb akkukapacitás is. De azt nézem, hogy ehhez, jó, ezt kitanulom, és ez csak sima energia kell. Az akkumulátorra szeretnék, tehát hogyha szeretnék tetőlámpát, ami fogyaszt, meg ugye folyamatosan világítani, most kicsit jobban rá kéne mennünk az aksira. Lead acid battery. Aha, és ezt valahova betölteni? Na. Nem vágunk kerettak. Ez jó lesz. Szóval akkumulátor. Solar panel, hát... Jó. Ezt nem tudom, ezt tudom a tetőre tenni amúgy? Nem tudom, hogy csak side-ra, mert azt látom, hogy rekre kell tenni. Lead acid battery. Én ezt kitanulom. Most kicsit az aksikat megfeküdjük. Tetőcsomagtartó tényleg nagy? Jó, elhiszem. High capacity akkumulátor. Nem tudom. Itt a nitro boost. Hát ezekhez úgy sincs elég pontunk még. Várjatok, a trunk in the trunk? Vagy XL roof storage? Először én amúgy a trunkba bíznék, mert az a legegyértelműbb, hogy mindig oda pakolok. Én nagyon szívesen csinálnék a sima csomiba egy nagyobb helyet. Értitek? Itt azért elférne még egy kis hely. Most már a karakteremnek is kéne valami kis upgrade amúgy, csak mondom. Nézzük csak meg a workbench-et, hogy all terrain gumi. Ó, te carbon fiberglass kell hozzá, hülye vagy? Meg rengeteg gumi. Hát ezt nem most fogjuk még megcsinálni. Side battery, lead acid battery. Gondolom ezt a hátsó ülésre tudom tenni, ugye? Aha. Ide be tudom szerintetek azt tenni, hogyha legyártok egy ilyet? Hogy ez hogy működik? Már egy kicsit? Szerintem ezt kell hozzá, ha? És ebbe teszünk egy akkumulátort. Hol van? A side battery-nek amúgy nagyobb a kapacitása 5-tel, de ez meg nagyobb biztonságban van, hogyha bent van. Úgyhogy inkább most ezt fogom legyártani. Igen, láttam András, tisztában vagyok vele. De én ezt nagyobb biztonságban érzem a kocsin belül az aksit. Mert hogyha kint nagyon megcsesz valami, mint legutóbb, és letörik, most jelenleg nincs is helyünk amúgy, mert lightning rodunk van, 2 turbinánk, ami amúgy egész jól tölti vissza, hogyha gáz van. Meg van egy side storage-unk, úgyhogy
most én úgy döntöttem, hogy bentre teszem. Jó, amúgy még kell majd javítani a kocsin. Mi az, amire még szükségünk van, és le is tudjuk gyártani. Crude flashlight. Csinunk crude flashlightot, mert meg fogtok ölni, hogyha nem fogok rendesen látni. Csak kettőt. És termálvákumot is csinunk. Csinunk termálvákumot. Tudom, hogy drága volt, most elment rá a szepünk, de... ez biztos, hogy jó cucc. First aid-et is csinálni kéne, amúgy. És fogom is, gyerekek, én belerakom a kocsiba az upgrade-et. Megint itt vagyunk, amúgy. Steel sheet-et kell csinálni. Nem áll! Fullom van az inventory-m közben. Steel sheet az alján lesz. Jó, most ezt berakjuk ide, aztán mindjárt jövök. Nem tudom, ez a lámpa meddig elég amúgy. Lehet, hogy fel kell tölteni, és akkor kár, hogy kettőt csináltam, majd meglátjuk. Jó. Köszönöm. Ez amúgy végre egy átlátható, nem ilyen himi-humi dolog. Jó, három, a first aid van nálunk, az bőven elég. Jó, hogy ebből ilyen sokat csinál egyből. Kell, hogy kettesével csinálja a crude flashlight-t, ezt mondjuk nem tudtam. Sorry. A saját backpackomat nem tudom fejleszteni valahol? Biztos lehet fejleszteni, nem? Hol, a karakter backpack az hol van? Ez volt az egyik. Nem lesz több karakter backpack? Hát nem úgy néz ki, mint hogyha magunkat nagyon tudnánk tovább fejleszteni, ez elég szomi. Jobban örülnék neki, hogyha több minden elférne nálam. Kazettákat, jegyzeteket tegyem be a fogsz... Ó, tényleg itt még van egy kazetta, jó, hogy mondod, köszi. Onyx kit, heal. Ez a flare, ez nem tudom, mi a tökömnek van itt amúgy, ne kérdezzétek. Így né. Ezt mindjárt bedarálom kutyakajának. Ez micsoda itt? Steel bumper. Csak én nem... Kicsit menedzsmenteljük itt a dolgokat. Na, jó. Oksika. Ezért se kapok szarcsát, beszarok. Jó, na nézzük a kocsi állapotát. Hátulra kell egy szilinkit, azt írtátok is. Mennek a puttyok. Kutyogtatások. Amúgy ceiling kitet. Azt úgy kéne csinálni, hogy ceiling kit. Az legyen a kocsiban is, meg... ja, ceiling kit legyen a kocsiban.
Mert az olyan dolog, hogyha gáz van, akkor az ugye menet közben is hasznos lehet. Jó, teszünk be. Lesz itt kocsijavításhoz is pár alkatrész nálam, hogyha nagy gondol. Az egyik turbinám egy picit meg van sérülve. Aha, az most már kap egy kis putyit. Jó. Most hogy állunk? A szódával elmegy a kocsi, most nem putyogtatok rá többet, menjünk egyet így. Ha szerencsénk lesz, lesznek jó dolgok útközben. Figyelzzetek, elmegyünk. Elmegyünk erre, első körben. Ez már mit zól lesz? Airstrip, turist, oké. Kettő, három not recognize dolog is van. Meglátjuk, menjünk. Azt a nagy ládát a kocsi tetejére tudod tenni. Tényleg? Ami itt van bent? Basszus, ezt nem is tudtam, de úgy mondod. Igen. De... miért nem engedi oda tenni? Nem tudom rá applikálni, ez miért van, srácok? Na kivágja? Nem adja ki az opciót. Nézze meg a varrodát. Na jó. Várj, csak először megkérdezem, hogy még ő akar adni nekem valamit. Még akar egy kis flare. Hú, nagyon jó ez a játék, most nagyon rákaptam amúgy. Most nyomjuk még egy kicsit. Hogy telt a napom? Hát kézzétek el! Hívott reggel az autószerelő. Swamp koron kell nekünk, és lesz large backpackünk. Basszus, 76 slotos. 8 quick slottal. Ó, de jó, hogy ezt mondtátok, hogy ebben nézzek bele. Jó. Hol látom úgy, hogy a karakteremen milyen cuccok vannak? Mert az oké, hogy vannak itt ilyen ruhák, de ugyan ezeket nem látom. Lehet, mindegy, lehet csak fel kell apply-olni. Egyszer is akkor megtartja. Szóval az van, hogy szerelőnél van a kocsi, mert most van az éves szerviz. Igazából pár dolgot szerettem volna rendbe rakni, majd jön a videó úgyis róla, és akkor látni fogjátok. Nem volt baja az autónak kifejezetten, tehát nem volt ilyesmi. Csak szerettem volna dolgokat változtatni, ugye azt meséltem, hogy hátsó lámpát szerettem volna cserélni. És hív a szerelő. Most már ott van két hete a kocsi, mert egy nagyobb dolog is cserére került, ami sokáig tartott, vagy hát pont egy pici, de hogy szívás kicserélni. Úgyhogy szerintem sose volt ennyi időt ott amúgy, de nem is ez a lényeg. Hát, hogy nem jó a lámpa. Zárlatos. Fú, mert nem lebassz föl. És akkor itt tudjátok, hogy erre ezzel keltett reggel. És akkor így kicsit elkezdtem parázni rajta, mondom, tök jó. Egy valak pénzbe került, amúgy azt tudom, hogy hirtelen, hogy hol a számla, hogyha szar. És... most fogalmam sincs, mit csináljak. A neten nem sok tutoriált találtam hozzá, úgyhogy az lett a vége, hogy nagyon gyorsan összekaptam magam, mondom, figyelj, megyek. Megnézzük, mit lehet elcseszti rajta. És akkor meglátjuk, mit tudunk vele kezdeni. Úgyhogy... reggel mentem az autószerelőhöz, szétszedtem a kocsi hátulját, kiszedtem a lámpákat. És... na már ezt elnyomjuk ezt a zenét. Igazából annyi volt a gond, hogy... hát volt az egy tutoriál leírás, öt lépésben, de olyan szinten, hogy állj az autó mellé, szedd ki,
cseréld ki, rakd össze, rakd be, kész. Tehát, hogy semmi plusz, kussoljál egy picit, semmi plusz információt nem adott hozzá. There's no question. Oppie is a once in a generation genius. I've watched her manipulate wavelengths with nanometer precision without batting an eye. So, yeah, to see her go from being the sharpest person in the room to what she is now. Csit lutogatunk. Már lehet inkább bemegyek. This place leeches away your sanity day by day. So for Oppie to live here in complete isolation, locked away with only bad memories and expired medication? Megvárom, befejezze a pofázást. I'd feel a hell of a lot better if I knew why she suddenly cares so much about the remnants. Helyett szóval bementem, szétszedtem. A lényeg, hogy a honlapon, ahol megvettem, ott írtak pár olyan információt, aminek köszönhetően, vagy hát aminek a segítségével rájöttem, hogy mit, hogy kéne másképp összekötni, és nem volt semmi baja. Úgyhogy szerencsére sikerült megcsinálni. Csak a szerelő meg nem tudta, mert azt, hát ő nem látta a honlapot, ahonnan megrendeltem, és ott volt konkrétan az, amiből ki lehetett találni, hogy most akkor mi a rossz, vagy mi ment félre. Úgyhogy összeraktam, persze nyilván ott volt, meg segített, meg mit tudom én, meg jó dumáltunk legalább. Meg közben kicserélt egy termosztátot egy Audin. Úgyhogy még poénos is volt az egész. Meg amúgy tök szívesen, tehát félreértés ne essék, nekem ez nem volt teher vagy ilyesmi. Nagyon, amúgy is szeretem nézni, ahogy csinálja, így meg hogy én csináltam, így végképp jó volt. Csak ugye nekem amúgy itthon nincs hol helyem szerelni, meg nincs hozzá cuccom. Így viszont tök jó volt. Speaking of Oppie, you're not gonna like this, Francis. Hát a fékcserét én nem vállalnám be, mert az ahhoz kell eszköz, azt meg kell mérni, hogy rendesen fogjon és ne kopjon majd félre a tárcsa, szóval az azért már annyira nem egyszerű dolog az újabb autóknál. Mert mi számít újabb autónak, persze, most itt ezzel lehet itt okozni. De ugye itthon, a garázsban annyi helyed van, hogy pont kinyisd az ajtót és be tudsz állni. Tehát itt, ha nem fogsz elkezdeni szerelgetni. Meg ha nagyon szarul kötöd össze, és a lámpa vezérőd lehal, akkor az úgy drágább mulatság. És mivel amúgy is ment, igazából egyszerűbb volt ott. Na mindegy, szóval összeraktam és tök jó lett, hála Istennek, úgyhogy na már látjátok, szerintem nagyon király lett. Aztán biztos lesz, akinek nem fog tetszni, de hát idősek is pofonom. Úgyhogy ezzel telt ma egy jó két órám. Azért volt itt valami ház, nem? Ez a másik oldalon. Jaj! Ja, itt a hílelős bizonyó. Honeypot! Nem mondjátok, hogy ez a fishfos nem volt leszkenelve? Úgyhogy először kicsit... Baszki, ne. Úgyhogy először nyilván picit... Először kicsit mindegy, menjünk odébb. Megijedtem, hogy nem lesz jó a cucc, amit vettem. Aztán hála Istennek nem lett oda semmi. Hát... Van ez így néha. Ha meg az a helyzet amúgy, hogy a régi autókban tök sok mindent pofon egyszerű volt kicserélni az újabb autókban, meg már sokszor speciális szerszám is kell hozzá, hogy egyáltalán szét tudsz szedni, és a többi, úgyhogy nem minden feltétlenül mindig annyira egyszerű már. Nagyszüleink az autóikon még kb. Mindent megcsináltak maguk. Inventory full! Úgyhogy ezzel telt ma a nap. Aztán még elmentem vásárolni, meg ügyeket intézni. Igazából ennyi. Emlékeztek, hogy hol hagytuk a Verdát? Ja, itt van. Ez hogy került ide? Ja, ide húzta az a retek, mi?
És nem tudom kinyitni, hogy jó, nem érdekel, menjünk odébb, mert itt fog minket zaklatni. Meg hát sok idő, ez amúgy így van, Imi, sok idő, hogyha az ember precízen akarja. De van, tényleg van az az autó, ami mindent ki tudsz cserélni, mert faék egyszerű. Sajnos az enyémhez már annyira nem, tehát az izzó cseréhez is szét kell bontani a kocsit. És sokan mondják, hogy elfordítod a kereket, és akkor ott ki lehet venni a panelt. Hát öcsém, hogyha te neked ott befér a kezed, és te onnan kicseréled nekem az izzót, én megtapsollak. Hát nekem le kell hozzá venni a lökkárítót, hogy levegyem a izét. Hogyha nem akarom azt, hogy ott feszegetni kell, meg eltörni valamit. Igazából csak szívás, tehát... Én hiszem azt amúgy, hogy ez nem véletlenül van így. Jaj, megcsesz! Na, állj csak le szépen! Köszönjük szépen, mert le kell pakolni, mert nem tudok elpakolni. Jön... Tömett ez a bigyó. Zseni. Amúgy az elén a játéknak van egy ilyen kis horroros atmoszféra, de utána hozzászoksz, és amúgy meg nem is annyira vészes. Meg nem tudom, nekem nem volt olyan példa például így a családban, akitől ilyeneket tudtam volna tanulni, és tök jó, hogy amúgy olyan szerelőm van, aki meg amúgy hagyja, hogyha ilyesmi van akár így nála is, úgyhogy neki így én nem tudom, tökre örülök. Most fenn van a kocsi, tehát én a hílelős? Hát ez maradhat is. És híleli folyamatosan a kocsi. Baszki, van egy defektünk szerintem. Aha, kaptunk egy defektet. Az mondjuk az egy szívás. Hú, ezt is ki lehet utani. Vagy ez hol van? Hát jobb leszünk akkor. Nekünk is a... Zsófi egyik tesójának van egy Ford Focusa, ő is otthon szereli, és ő is igazából mindent meg tudunk csinálni. Na, ez baj. Jaj! Elvitte a hílelős bigyóm! Te rohadék! Szóval ő is mindent otthon csinál rajta, mert az olyan autója. Hát nálam már sajnos ez nem játszik annyira. Meg hát, hogyha van otthon mondjuk egy kis udvarod, ahol ki tudsz állni, és van egy emelőd, akkor már az úgy frankó, de most itt nem tudom, Pesten érted a valamelyik boltnak a parkolójában nem állsz neki, mert az olyan izé. Emelő kell, szerszám kell, nekem nincsenek ilyen cuccaim sajnos. Ez az is fontos szempont. Meg hát most tényleg olyan dolgok lettek cserélve, amit azért így otthon azért nem állnék neki semmiféleképpen. Jó, menjünk igazából. Van ilyen hangja, a tetőnkön van az a bigyó megint. Na várja már egy kicsit, most csak hagyj, teszteljem már le. Ugye most a kocsinak a bal oldala meg a jobb oldala van sérülve, gyere csak ide. Most... Tudod mit? Barátok! Én elviszem. Gondoltam, hogy ha rádomom a konkrét részre, akkor azt megjavítja. Ja, akkor van egy defektünk, az gyors megcsináljuk. Idén lesz 10 éves a csatorna, de nem kezdtem még az elén feltöltögetni, szóval gondolkodtam, hogy legyen-e valamilyen hatalmas, nem tudom micsoda, de nem... Én inkább amúgy a csatornának az önálló létét, amit kortól már rendesen megy a csatorna, azt 18 nyarára teszem. Előtte is voltak videók, de annyira nem voltak ezek... mi kell egy ceiling kit? Annyira nem voltak ezek... komolyak. Nem ceiling kit kell nekünk? Folyton ellapják a barátomat. Azért nem ceiling kit kell nekünk? Azért osztam ennyi ceiling kitet. Mi kell nekünk akkor?
Ugye ceiling itt kell. Hosszat vettem ki. Ja, mechanics kit. Jó. Don't worry, az is van. Az előbb nem ceiling kitet tudtuk megjavítani? Mindegy, kiírja, az a lényeg. Biztos, hogy nem ezzel javítottam meg legutóbb. Lehet, hogy most más baja volt. Ja, mert most nem defektet kaptunk, hanem el volt görbülve a kerék, nem? Lehet, az volt most a baja. És akkor más kell hozzá. Jó. Oké, don't worry. Dobd be a csomóba a hílelős cuccot. Lehet olyat? Már eltörött szerintem. Én barát! Nem lehet, ez hands-old is cucc. De én adtam volna ezt az ötletet. Hát meg legyünk őszinték, a nagy automárkáknak abban nagyon nagy biznisz van, hogy ugyebár a karbantartást akár 10-20 éves autóknál is intézik, alkatrész utánpótlás, tehát azért abban sok lóvé van. Hát... sajnos... eljutottunk abba a korba, hogy nem az a lényeg, hogy valami tartós legyen, hanem hogy minél többet kell rá költeni, és a nagy cégeknek ez megérje. Ki van számolva az időtartam, vagy az élettartam ezeknek a dolgoknak? Az én kocsim még talán pont határeset olyan szempont, hogy vannak alkatrészek, amik már ilyen ilyen időzített bombák, úgy mondjam. De amúgy alapvetően én még azt egy viszonylag tartós darabnak gondolom. A régi autók azok nagyon jók amúgy. Én nem tudom, én az új autókban valahogy nehezen bízom. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel tartóság szempontból. Ezt elvisszük, köszönöm szépen. Ja, repkednek a hílek, de azzal nincsen probléma szerintem. De valami viad? Na, megyünk tovább igazából. Ott egy kis kitérünk. Lájtos megálló. Teardown, ami lett? Úgy tényleg azt is folytattik. Lehet a héten majd folytatjuk. Jó, hogy mondod. Hilles barát, átjön a kapun? Szerintem nem amúgy. Én nem gondolnám, hogy átjönne. Na. Nem tudott megfogni. Elfelejtettem, hogy megelőz. És ugye szemből fog majd jönni. Fú, nagyon jó ez a nagy aksi kapacitás amúgy, 70, 75 energiapont. Hát majdnem megdupláztuk, várj, 40 volt eddig a max. De várjatok, valahogy, hogy lett akkor 70? Több volt a max eddig? 40-re emlékszem valamiért. Na, menjünk az első midzónás találkozásunkba. Elméletileg nem lesz annyira nagy a probléma. A legfelső zónában lesz horgony energia, azért nem tudom micsoda. Ott még nem tartunk, most midzónázunk, srácok. A pajzs a hilt is leszedi. Igen, azt tudom, Gabu. Azt tudom. Ez minden ilyen... Ah, végre mehetünk egy jót nappal itt ezen a területen. Ez most valami vicc. Extreme conditions, corrosive downpours, és persze valami pockets. Ezek mit csinálják, amiket kiírt? Tudtok segíteni benne? Valaki vágja? Ha nem, akkor majd rájövünk.
Ott kettő van egymásban? Mindegy, amúgy körbe megyünk így a szélén. Le akarok menni a partra, lekapcsoljuk a lámpát, mert fölöslegesen megy. Ez a vihar, ez nem mozog, ugye? Jól látom. Igazából van a szélén, amit aktiválni lehet, úgyhogy... Don't worry. Azt ott megnézzük kapásból, hogy az ott micsoda. 50 volt, plusz 30-et kapott, és akkor 80 lett. Jó, jó, jó. Oho! Basszus! És egyre több az olyan, ami engem bánt. Tényleg. Bazzik úgy pofán lőtt. A kis rohadék. Lassan kell valami fegyver. Steel sheet fabrikká. Látnánk olyan lámpát, kéne még szkennelni is dolgokat. Mindegy, az új anomáliáknak örülünk összességében. Most egy szart se látok, amit gyűjtenünk kéne, de hát ez... nincs más kérdés. Mondtátok, hogy turiszt dobhat, de a turisztot ezt hogy lehet szétszedni? Micsoda, Swamp Coral Trick. Ó, ez nagyon jó, Swamp Coral Trick Andy-ért. Az jó deal. Mert Trick Andy-t még egyelőre nem is láttam. Elvett tőlem valamit. Arra a téletbe. A tojások est. Jó, gyerünk gyors. Jó, milyen debuffot kapunk ebben a viharban amúgy? Itt van korall. Ezt vágja valaki? Micsoda? Micsoda? Az innen potyog jobbról, basszus. Hát ezzel nem tudok mit csinálni. Gyűjtögessünk közben. Ez végig lesz velem. Azek. Ez a vihar, ez ritka fos. És vissza akar tömönni most ide. Amúgy szerintem ez mozog, ez a vihar. Csak nagyon-nagyon lassan. Majd ezen át kéne mennünk a túloldalra. Csak van itt ez a...
ez a csereberés genyó, és akkor azt mondja, hogy adok neked Swamp Coralt. És... Baszki. Nem tudja felvenni, jó. Tárgyaltuk. Ó, nincs gáz, megyünk. Hát megyünk gyors a túloldalra. Ha mozog a VR, ez látható. Túloldat fogunk gyűjtögetni először. Csak nagyon lassan mozog. Ezt a szart se látok. A rusty, ilyen tipikus ilyen mocsaras köd van. Ez az út valami olyasmi, ja? Kitört volna egy vulkán. Jaj, ne! Gyors gombom van a heal, a V betűn, úgyhogy ez teljesen jó. Tudom magam healelni akár menet közben is. Hát ad így. Most nem akarom. Az mi az a gömb ott balra? A jobb első lámpánk nem égne. Hát a hiba lámpa az nem ég. Csak szólna a kompjúter, hogyha nagy gáz lenne? Basszus. Kettő kerék elég rossz állapotban van. Elmegyünk itt balra. Az a baj, néha csak tippelek amúgy, hogy merre kell menni. Hát nem baj az. Na igen. Bevállaljuk. Ez kicsit sok lesz. Nem baj. Easy boy, easy. Na. Meg vagyunk. Most miért kapcsol be? De folyamatosan magától kapcsol be izé. Na hát nem tudtam, mi hiányzik. Sedge Scrambler. Na te mit csinálsz? Hát jó. Ezt most nem tudjuk meg. Ja, hogy az autós hílt. Ja, vágesz. Trú, az be kéne állítani. És ez hogy van? Az mibe kerül? Majd mindjárt kipróbáljuk. Zárkfejlesztéses hílt. Ja. Jó, hogy mondod, azt elfelejtettem. Pedig eszembe is volt, amikor még beraktuk, hogy az ott írta is, ugye tud hílelni, tehát van képessége. Ott a kocsi, jó. Hogy hol a lámpám? Hallom. Nincs fényszóró, csak mondom.
Nagyon rossz helyen vannak. Micsoda? Bazzek, tudom mi történt! Hát ezek a szarok ellopják az alkatrészeimet! Hát menj, gyártál, tudod, hogy hova? Mit lehet ezzel csinálni? Ellopták a lámpáimat, most nézem! Basszus! Ki kell kerülni? Hát ellopják a cuccokat a kocsiról! Hát mi ez, Borsod? Öcsém, ezt annyira... Ezért, na. És akkor ez most a kontrollon. Aha. Úgyhogy azt mondom, hogy sokat segített. És itt a köcsög ajtót, szerintem visszamarom. Azért ülöpülös, mert nálam és könnyebben megtalálom. Ja! És ezt vissza lehet tőle szerezni? Ja! Tök jó, mert a túloldalt lopták el. Szerezzük. Basszus kulcs. Jaj, jaj, jaj. Az is nézd meg, elvitte bazeg. És hogy veszem el tőle? És megint el fogja lopni? Figyelj csak, én nem szándékoztam letétbe helyezni az armor durromat, jó? Fizetni kell ám itt a bércuccokért, csak mondom. Hát a többi az nem tudom, hogy hol van. Na! Hát ezt nem hiszem el. Elvitte megint a motoráztetőmet. Hol vagy? Add vissza a motorháztetőmet! Add vissza, nem a tiéd! Édesanyád nem tanította meg neked, hogy lopni nem szabad? Pickpocket. What?
Hol a motoráztetőn? Most megszivat rendesen ez a játék itt. Szágatja. Istenem, meg jó, hogy kerekünk van. Ó, ez a trutyi, ez nagyon sérít, ez jó, hogyha észbevéssük. Lámpánk egyáltalán nincsen mostanul. Jó, itt van két armor door is. Steel panel. Hogy kéne ezt meglőni, hogy jó legyen? Aha. Semminél már kapásból jobb. Ez ilyen hatalmas. Nem ezt kellett volna lelőnöm, hanem a másik oldalt. Az ott mi? Az is páncélozott lenne? Az itt nem lesz jó, nem fogok tudni bepakolni amúgy. Nem tudtam, hogy ilyen nagy. Az is armored door. Jó, az az armored panel nekem kell viszont. Úgyhogy nincs mese, én ezt lelövöm most. A motort azt muszáj megvédeni, úgyhogy... lövünk egyet. Lehet, hogy letörte amúgy. Nincs kizárva sajnos. Ez milyen kerék? Offroad tire-ra, ha jó. Offroad kerekeket is meg kéne javítani, most elég nagy szívás van így ilyen szempontból. Na. Hát ezt nem hiszem, most nem működik a pityi-putyim. Na, köszönöm szépen. Még putyizunk egy kicsikét. Még szar állapotban van a kocsi, úgyhogy... Ugye ez a VR nem tett nekünk jót, meg... Tehát ez a köpködős, lopkodós kombó... Kitesz magáért a játék, mit ne mondja. Hogy most utáljam egy picit, de szépen lassan elvonul a vihar, mi meg megvárjuk. Azt vettem észre, hogy minél később kezdem el lopkodni ezeket a energiákat, annál később a vihar is, úgyhogy ráérünk. Hú, még az első bumpit azt megjavítjuk egy kicsit. Arra még puttyantunk. Így mi. Szuper. Na menjünk. Azt, hogy kéne lassan tankolni. Hát benzinkutat azt nem látok. De nincs kizárva, hogy lesz valahol benzin. Na nézzünk körbe. Majd erre visszafelé elmetek, itt lesz valahol fellúgatva a fényszórónk is. Nagyon remélem, hogy megtaláljuk amúgy mellesleg. Nem tudom mi van itt, de egyre több kerekünknek van problémája. Próbálnék ilyen koralt keresni. Hopp, az ott lop, úgyhogy arra nem megyünk. Ezek szerint még sőt be az elméletem. Maga mellé csak nem köp. Nem? Csak nem köp közvetlenül a saját arcába. Meglátjuk.
itt van valamink. Hát ez benne van most a földben. Ez a közkategória, mert ezt így nem fogjuk tudni amúgy. Elvinni köböse, hogy benne van a kocsi, majd arra lesz jó. Ezt elviszünk. Usta beleg... Új, új! Azért elég közel köpött magához. Ó, kivették a szemét a kocsinak. Eddig bejött? Ez lesz itt a probléma most. Most kell gyorsan kicsit odébb húzni. Na, szóval valaki mondja már meg, hogy hogy vegyem el attól, ami... A babit majdnem felrobbantottuk. Jó, nem sérül a kocsi. Mennál inkább. Na majd az eltalálja. Hát attól nem fogom tudni elvenni a cuccot. Kagyló! Az jó cucc a kagyló. Ez a váltó most sokkal jobban tetszik. Feléknek nincs túl egészséges. Ó, jó, 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 jó! Léci, legyen itt olyan armor panel plate. Nincs? Nincs. Amely akkor csak szipuá lesz nagyon gyorsan. Abban nincs is semmi. A wire az még mindig kell. Főleg most, hogy ellopták a cuccainkat. Autó, jó. Okay. Jó. Okay, akkor azt fogjuk választani kimenekítési pontnak majd valószínűleg. Most viszont tankolnunk kell egy nagyot. Sok üzemanyag van ezen a térségen, szóval, vagy ebben a térségben. Hát, de van még plusz üzemanyagunk, két kanna is, úgyhogy nem kell aggódni nagyon. Viszont nem fogunk elmenni a lámpáinkért, azt már most megmondom. Hú, viszont az, oda nem tudom, hogy hogy megyünk fel. Így. Ebből leginkább. Elvitte már megint!
Elvitték az új motoráztatőnket. Úgy sajnálom, hogy ezeket a szutykokat nem lehet... nem lehet konkrétan valahogy... leszedni. Fogyott az üzemanyag. Közben. Valahol az enkor. Nem tudom, hogy pontosan hol. Hát basszus. Hát ha nem látom. Lenne, hogy lett volna üzemanyag amúgy. Ezt nem adjátok komolyan, hát itt van valahol az erdőben. Ott van. Nem? Nem, az valami más lesz. De ott van, ott van, ott van, ott van. Jó, jó, megvan. Kicsit eltávolodtunk a kocsitól, de nem baj. Nyugodtan lőj szét, nyugodtan, nyugodtan, gyere, gyere! Hát nem sok amúgy, nem sok olyan cuccot találtunk, amire szükségünk lett volna sajnos. Majd bántja az autót. Mert a vihar ért el idáig. Hát még nem amúgy bármi meglepő. Na jó, hát akkor... visszafelé kéne így valahogy elindulnunk. Megpróbálom visszajutni az útra. Látnánk még valahol Coralt vagy Candyt. Candyt még egyik nagyon láttam. Ezt föl kéne porszívózni, meg reméljük, hogy nem lopják le semminket menet közben. Főleg a végső menekülést, ez a lelopja a cuccot róla, tehát ez ritka szívás. Az ott maradt kategória. Kapcsold már le. Kapott egyet az első lökös, kicsit megtoltam. Ez nem jó nekünk. Itt van ilyen bogyó, ez mire jó? Ja, ez semmire. Emellett van a mars. Mehetünk is. Majd ide még egyszer jönni kell gyűjtögetni. Nem kell húzni, mert sajnos nem áll jól a szénánk. A kerék sem az igazi. Ilyen piros még nem volt a kijelző, sosem. Ó, nincs gáz, nincs gáz, el ne tör. Tarts ki egy kicsit, mindjárt ki vagyunk. Kibírod? Hö?
Eye of the Storm. Kaptam egy achievementet ezért. Hát jó. Oké. Amúgy 3,5 unstable energy-t kiosztunk, szóval ez itt teljesen okés. Connected. Itt, hogyha a kormány közép az nem lenne tökéletes. Valószínűleg azért, mert... Ha van egy defektünk... Meg még egy defektünk, úgyhogy ezt most meg kell javítgatni. Hát nem volt túl fett a loot, nem tudom mi a véleményetek. Pár stílusített az irodott. Oké. Okay. Már lehet, hogy ide is kell pakolnunk közben, annyi cuccunk van. Szóval azt hittem, hogy több időm lesz farmolni a cuccokat. Csak az volt a probléma leginkább, hogy ceiling itt kell most nekünk. Hogy ugye ez az alappiar, ami ott volt, azért ez eléggé megnehezítette a dolgomat. Hát ezekkel valószínűleg majd meg kell tanulni inkább együtt élni. Azt elcsesztem. Úgyhogy... Még mindig az első volt a legrosszabb, amikor az a lökés hullám támadott rám. Kell nekünk ceiling kit. Szívás volt azért lapos kerékkel ez az egész. Meg hát azért elég szarul néz ki most a kocsi. Nem hiszem, hogy kell még egyelőre oldalsú üzemanyag tank. Majd idővel kelleni fog, de... Nem tudom. Hát amúgy lehet elgondolkozok mert megnézzük milyen opcióink vannak. Nem lehet a tetőre tenni egy kicsit? Az lehet jobb lenne. Úgy hoztunk egy pár jó dolgot, ahogy nézem. Meg azért van itt egy armor door, úgyhogy azt max lecseréljük úgy, hogy nekünk az kicsit megérősebb legyen. Nem lehetett vagy szortolni? Várjál, csak egy olyat, hogy így és így. Sikerült is, amit akartam. Amúgy nem annyira vészesek ezek az állapotok, ez a bumper az azért igen, de... Hát... Ja, azt kéne megnézni, hogy van-e... Mind game. Hát ez így nem jó. De figyeljetek már itt például E4-nél jelzi a Repair Station-t jobb oldalt. Mint kis ikon, akkor az fixen ott lesz? Mert akkor el lehetne ide menni javítani egyet. Az elég okos lenne szerintem. Valaki spoilerezik? Akkor nem olvasom úgyse. Jó. Most azon gondolkozom, amúgy blowtorchot is tudnánk csinálni már. Van egy csomó marseggünk. Hát igen, most már tudnánk kettő all-terrain tire-t csinálni. Azt nézzük meg. A Swamp Corralból még mindig rengeteg kell, hogy. Esetleg nem tudunk-e valami jobb fényszórót, ha már... Itt van Reinforced Headlight, ez Corrupted Energy kell, Bio Headlight, ez miért jó? A Bio. Nem vagyok benne, Auto Tracking Spotlight. Ez is menő hangzik, biztos cefe drága. Meg mit fog trackelni? Engem? És akkor világít rám? Ez nem rossz. Csináljuk meg a simákat. De hülye vagyok, lehet, hogy adott volna a kuka amúgy. De megnézzük, mit ad a kuka. Hát
De nem úgy néz ki, mint ami adni akar. Azért mennyi szírszartad. Megint van itt egy rendőrautó. Egy armor door van rajta, meg még egy armor panel. Nem tudom, hogy mi a jobb az armor. Ez milyen kerék? Sima offroad tire. Mi a jobb az armored, vagy az insulated? Meg kéne nézni a statjaikat. Azt írja, hogy... Hát 60 élete van. És 15% elektrikál resistance-t. Vagy rezisztet ad. Ugye 15% elektromos ellenállást. És blokkolja elméletileg a... hát az ilyen áramütés feleségeket. Nek 55 élete van egy armor doornak. De már egy kérdés, hogy ez számít, hogy mennyire van feljavítva? De mindenféleképpen jobb az insulated door. Várjatok már! Nem? Vagy várjál, ennek van valami... Várjál, ez meg az impact resist, meg az explosion resist jobb nála. Impact resist. Akkor viszont nem is feltétlenül, hogy az elejére kéne ilyet tenni. Az oldalára, meg a többit. Ezt most meg nem mondom nektek. Váró kaphatunk mind a kettőféle fajta. Mind a kettő jó igazából. Az elejére amúgy valami armored bumper kéne inkább. Ugye azon nagyon sokat ütközök. Ezt ki is tanultuk. Innenből kell az autóra, ha? Csak kell termoszep kristál. Kérdés, hogyha ezeket szétvágom, ez ad termoszep kristált? Ad. Ó, nice. Szuper. Akkor viszont szét is kell vágnom ezeket az armor doorokat, hogyha bent találok. Jó. Oké, oké. Szuper. Akkor vagyok jól védve, hogyha minden típus... Ja, várjál, mert ezek a százalékok összeadódnak, Tom. Mert úgy akkor abszolút érthető. Gondolom, igen. De az tök fullos így. Oké. De itt van egy egész jó ajtónk. Ezt felveszem vissza. De ez egy ajtó. Én itt fogdosom az armor panelt, mint hogyha ezzel múlna a holnap. De itt van egy is egy steel doorunk, ez tökéletes lesz. Ezt lecseréljük. Nice. Ez így jó lesz. Hol lesz? Ilyen is, olyan is. That's all. Na, valaki spoilerezni próbál, csak nem sikerült még az se. Nagyon szomorú, nem kell spoilerezni. Valahogy olyan dolgok vannak ebben a játékban, amire nem feltétlenül számítok valamiért. És így folyamatosan tudom ugye új fasságokat behozni, mint hogy ugye ellopják az alkatrészeimet, és akkor nekem ezt össze kell szedni. Hát mindenre figyeltem, csak arra nem, hogy fogynak az alkatrészeim, azt hittem letörött. Jön a izé. Mert oké, beszkennelem a cuccot, hát majd nyilván itt a nagy viharba fogom elkezdeni nézegetni ugyebár a nótot, hogy az mit tud, dehogy is. Ne szórakozz, de nem életszerű szerintem. Na mindegy. Repair putting már megint nincsen. Odafigyelj. Jó.
Na mindegy, lámpánk az van. A lámpa visszakerült a helyére, hogy áll most a kocsi? Elég szarul, de büszkén. Nem tudom, mivel járok. Na nézzük csak meg ezt az Ion Shield-et, ezt hova kell tenni? Ghostbusters! Menj már, és ez hogy működik? Ez is ability lesz? Az melyik gomb az? De rendesen nem tudom, az a shift lenne? Hogy szopálja az energiámat? Menj már! Ja, és akkor ott tudom hagyni a kocsit, és például ilyen fröcsögéstől megvédi. De jó! Gondolom igen. Basszus, de jó! Ez nagyon tetszik. Na, ezért kellett annyi energia a kocsira. Tom, mit csinálják szerinted? Repair puttyat inkább? Méri meg jobban. Vagy most csinálják egy pár, amúgy én ezt az autoparkert, amint valami más kell helyére ki fogom cserélni, ez nekem fölösleges. Szóval, mit csináljunk, repair puttyot, most elég sok kemikáliánk van, vagy az kelleni fog, meg a plastik is. Csináljunk inkább blótorcsot. Marsek kell hozzád, ez a 80 amúgy nem olyan sok. Ezt úgy is fogunk farmolni, inkább blótorcs legyen. Sokkal precízebben lehet vele amúgy javítani. És jó, hogy megkérdeztem, aztán eldöntöttem. Csak jobban jobb minőségű cucc. Ott is van, ott. Kereket mit lehetne ezzel kéne javítani? Jó, evidens, ez a blótorcs, ez rohadt OP. Ezt is megevítjük, meg ezt is itt az oldalán akkor. Fú, nagyon tetszik ez a nagy cucca tetején, csak azon gondolkozom, hogy mi lenne akkor, hogy én szeretem azt, hogy foglalkozni kell több mindent a kocsival, és akkor mit tudom, engem picit zavar ez az automata megállítom is. Sztori, direkt nyomtam el. Hogy mi lenne akkor, hogyha még egy betörít betennénk a hátsó ülésre inkább az autoparking helyett, és akkor annál több energiánk lenne, és többet használhatnánk ezt a shieldet. Ez nem lenne jó ötlet? Amúgy több tartalékpanel, és javítani otthona még úton vagy, és cserélgetni pár elemet, főképp az elénésbe. Amúgy nem hülyeség, Gabu. Tornádó szerintem nem tudok csinálni armored bumpert, de várjál, mindjárt megnézzük azt, hogy van-e annyink. De szerintem nincs armored bumper elég cuccunk. Látod? Kéne még három termokristál, amit úgy tudnánk elérni, ha lenne termokristálunk, de nincs termokristálunk elég. Ja. Ha csak a kuka nem ad hármat. Kicsi hibára nem pazarolnád a puttyot? Amúgy az lehet jó. Ja, az lehet nem hülyeség. Mindegy, de most is adott. Úgyhogy puttyot nem kraftolunk. Azt kapunk. Az a helyzet, András, hogy az mi az? Tehát az üzemanyag tartályt, tehát azért gondolkozom az aksin, mert akkor
Kapok egy védőburkot, amiben nyugodtan tevékenykedhetek, és ott hagyhatom a kocsit, az viszont sok energiát fog fogyasztani így is úgy is. Valamint, ha már eszi az energiát, akkor csak jobb lenne, hogyha kicsit több lenne belőle nyilván. És a benzint meg kvázi, mondjuk jó, tudok csinálni ilyen chargert is, de hogy a benzint meg tudom tárolni ilyen large fuel tankben, amiben van kapásban egy 20-as. Mondjuk nem tudom, hogy ez mennyi. Ez nem tudom, mennyit tud. Szóval a benzinre másképp jobban oda lehet fűni, meg azt találok mindenhol kb. A földön. Szóval lehet, hogy később amúgy kell majd, biztos, hogy kell majd növelnem rajta, sőt, 100%. Mindjárt megnézem, hogy van-e ilyen beépített nagyobb üzemanyag tartályam, hogy ez lehet nem lenne hülyeség. Side fuel tank van, backseat, expanded backseat, nem. Fuel szintetizátor, leak fuel resistance, oké. Okay. Ez rezervó. Megjön a gáz tartályhoz. Ez dilemma amúgy, hogy most mi legyen majd a kövi. Hogy olyan hülye vagyok, hogy ezt a lead shieldet még mindig nem csináltam meg. Insulated panel. Micsoda? Ez, hogy nincs insulated panelünk. Most viccesz velem? Ja, hogy ez unlocked. Ja, Istenem, de hülye vagyok. Azért csodálkoztam, hogy mit nézek én. Miskrikkeltem, sorry, armor door. Az armor doort azt ki tudjuk tanulni, ezt tanuljuk ki, ezt tudjuk. Legyen meg hozzá a blueprint. Úgyhogy nem tudom, én most azon vagyok, hogy tök jó lenne két aksi, és akkor nagyon sok áramunk van, és akkor sokat használhatjuk ezt a nagy shieldet lootolás közben, mert most már mid, meg majd biztos amúgy a high-end zónában is, ugye kell majd a védelem. Tetőn a scanner, meg a nagy terül volt nekem hasznos, aha. Hát a szkennerem még nincsen, a nagy tároló meg, meglátjuk majd. Gondolom ez az XL-es storage story. Meg szeretnék lámpát rá, tudom most biztos, hogy megvannak a tökéletes receptek, de most először egy roof lightot szeretnék gyártani. Csak az a baj, hogy mindjárt 4 órája játszunk a játékkal és még 3 menetet mentünk eddig, amiből az első katasztrófa volt. Mert belementünk egy olyan zónába, ahol minden szírszarnak nekilökött a játék, és tropára verte a kocsit. A másodikban igazából maradhattam volna még, de a küldi ugye kiküldött, meg ugye elfogytak az eszközök is, úgyhogy haza kellett jönni. A harmadikban pedig ez a szutykos vihar itten korruptálta meg a lopkodás az egészet, úgyhogy hát mindegy, ez a tanuló fázis. Ah, Istenem, meg itt ez az érvágó zene. Ez megölte picit itt a sztorit, hogy nagy-nagy lootokat szerezzek. Mobile workbench, hát amúgy az is biztos hasznos. Ja, hogy ez a resource radar gondolom, vagy ezt értetted gondolom scanner alatt. Nitro boostot amúgy nem látom hasznosnak. Hogy őszinte legyek, hát az engine-re is rá kéne majd menni, de hát az még hol van. Az még egyelőre nem kell. Szerintem, vagy legalábbis nem tartok rá nagy igényt. Viszont az itthoni tárolást azt lehet, hogy nem ártana növelni, ez úgyis csak sima energiába kerül. Circuit board kell a parts lockerhez. Az igen. Steel sheet kell ahhoz, hogy még egy expanded locker csinálunk. Várjál. Ó, Anchor Energy-t cserébe kaphatunk ilyen díszeket, hát ez fantasztikus. Power Boots, na várjál, Power Boots-ot tudnánk gyártani, ez mit tud? Falling Resist, hát ez kösz szépen, az nem kell. Mi kell a Large Backpack-hez? Swamp Coralbok 200. Uh-huh. Ó, azt nagyon meg kéne tolni. Azt nagyon-nagyon, szerintem ilyenem van most a médium. És ez lenne, ami nagyon jó lenne. Olympic Lead Apron. Lead Platelet. Uh-huh. Azt gondolom leadet kéne szkennelnünk, csak nekem nincs leadem.
Lidet szereztem már, darálni kell hozzá. Grip Close, ez Marsek kéne. Red Balloon, olyat se láttunk még, Olympic Fragment. Acid Rain, várjunk, nekem viszont egy ruha fog jó lenni majd. Ez Acid Resistet ad, ez Explosion Resistet, az már szerintem nem fog kelni, vagy az Acid kéne. Most valószínűleg ilyenünk van, feltételezem. Az Electrical Resist, most az vagy az Acid Raincoat kéne, Piercing Resist. Nem tudom, mi az, ami piercing sebzéssel jön ránk. Nem, ez a 20% radioaktivitás ellen, ez kéne. Ez mindenféleképpen kéne. Nem tudom, hogy lehet ezt cserélgetni, attól függ, hogy melyik pályára megy az ember. Impact resist, falling resist, aha. Hát jó. Ezen kész a vacsi, na az király. Hát srácok, eléggé fullos amúgy a Verde, ami azt illeti, most meg van megint javítva. Úgyhogy készen áll a bevetésre. Nagyon sok itt az új dolog, tehát nekem amúgy meglepő, hogy egy játék még ennyi idő után is tud újdonságokat mutatni. Úgyhogy kicsit olyan bénázóstak érzem, mert olyan dolgokkal szembesülök, amire nem számítok, de tényleg abszolút nem. Úgyhogy ott is ott a lopkodós retek, láttátok? A franc egye meg. Úgyhogy innen fogjuk folytatni majd a következő részben. Lehet, hogy a héten még lesz egy rész belőle, mert ugye előző héten elmaradt, és kéne haladni, mert lassan haladunk. Ez van sajnos. Nagyon király továbbra is a játék. Most már rá kell mennünk ezekre a korallokra és egyéb ritka cuccokra, meg mellette ugyebár az alap eszközöket is szedegetni kell. Próbálom vegyíteni itt amúgy az alkatrészeket, bár szerintem, ha feltételezzük, hogy logikus az, hogy ugyebár a becsapódáskor vagy a sebzést azt az elején nyeli el az autónak, vagy legalábbis jobban, akkor előre armor cucc kéne, az oldalára kéne pedig ugyebár ez az inzuléti door, aztán majd meglátjuk ugye, hogy milyen védelmek vannak még, amivel fel kell szerelni, mert azt hiszem van még egy fajta, legalább. De kíváncsi leszek, itt várjátok, muszáj kivinni egy pillanatra. Na úgyhogy megtapasztaltuk, hogy megloptak minket. Ha bementünk volna a 8-kerbe, érted, menet közben lopták le a kocsiról a lámpákat. Hát meg se kell állni. És akkor jössz? Jaj, mit akarsz? Mit akarsz? Hát burra alatt van a kocsi. Oda néz. A védő. A defense burok. Ez rohadt menő. Kíváncsi leszek, hogy mennyire lesz effektív. Remélem azért minden nem tud majd belemenni. Nagyon jól néz ki. Gondolom ez a parkolásnál lesz főleg hasznos. Nem gondolom, nem kell folyamatosan, vagy nem fogunk folyamatosan ezzel menni. De hát ez milyen menőn néz már ki. Aktív védelem van a Verdán. Na, úgyhogy srácok. Jó ez a kis game. Steamen megtaláljátok továbbra is, hogyha valakit érdekel, spoilerezi, nem kell spoilerezni, látom, valaki próbált, csak nem érdemes. Meg tényleg ne roncsátok el másoknak a játékát. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha velem tartottok, hogyha tetszett ez a rész, vagy legalábbis jót mosolyogtatok a bénázáson, akkor dobjatok egy lájkot, illetve hogyha szeretitek és még nem tettetek volna, iratkozzatok fel. Bármi kérdés soha nyugodt jöhet a komment szekcióba, én Stark voltam, holnap találkozunk, holnap Pumble Party lesz, kiégetjük egy kicsit egymást a srácokkal, úgyhogy addig is jók legyetek, szevasztok. We'll be right back.